Sziasztok, Sallai Roland vagyok, és nézzétek ti is az oldalvonalat! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az oldalvonal átigazolás figyelőjének második része, ahol ma már kettő vendégem is lesz, ahogy ti is láthatjátok. A Hamis 9-es szerkesztőségéből jött el hozzá a mai napon Vodilla Sándor. Üdvözöllek, Sándor, szia! Sziasztok, jó napot, jó estét mindenkinek! Valamint a korábbi műsorban is már találkozhatatok Ádámmal, aki a Semleges Térfelől nyergelt át a Hamis 9-es szerkesztőségéből. Szia Ádám, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! És mielőtt belevágunk a kibeszélőbe, első és legutolsó sorban mindenképpen iratkozzatok fel az oldalon a YouTube csatornájára, ha eddig nem tettétek még meg. Dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommentétek majd ide lentre alá a kommentmezőbe, és nyomjátok be a kis harangot, hogy minden egyes videóról, vlogról értesítést kaphassatok, melyek itt az oldalon jelennek majd meg. Ezen felül be tudtok követni a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket a Facebook oldalamon, amely oldalnévre hallgat, úgyhogy gyertek, dobjatok egy lájkot. Ezen felül, ha van Instagramotok, ott is el tudtok majd érni, kövessetek be az Instán is, ahol Ember Norbi néven fogtok majd megtalálni. Itt minden egyes mérkőzésről képriporttal jelentkezem, ezzel is megpróbál átadni a mérkőzés hangulatát, már amennyire átad a képriport formájában, és persze nem utolsó sorban személyes TikTok oldalon is várnak benneteket, ahol néhol rövidebb, személyesebb, illetve kicsit extrémabb tartalmakkal, vlogok, kimaradt részekkel is várlak benneteket, úgyhogy gyertek, találkozzunk ott is, ami egyébként szintén Ember Norbi névre hallgat. Úgyhogy köszönöm szépen, és amennyire van lehetőségetek és tudtok támogatni, ezt a Patreon felületén meg tudjátok majd tenni, mert a leírásban megtaláltok. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük is el a mai kibeszélőt. Első csapatunk szintén hátulról megyünk előre, úgyhogy a Kecskeméti tél csapata lesz, ahol ma bejelentették, hogy a Ferencvárosból leigazolták Katona Mátét kölcsön egy évre, valamint egy ukrán próbázó is szerződést tudott kötni, de mit láttok, hogy látjátok a Kecskeméti átigazolási időszakát eddig? Ádám, téged kérdezlek elsőnek. Mit gondolsz? Köszönöm, nagyon kedves vagy. Hát a Kecskemétről már beszéltünk, ugyebár az előző adásban, aki még esetleg nem tette volna meg, hogy nem nézte volna esetleg meg, az megteheti az oldalvonal csatornáján. Ugyebár egy Norbi is felvázolta, pont a Katona Máté az, akire évek óta így várjuk azt, hogy ő lesz majd egy ilyen, akár a válogatottban egy hiányzó láncszem, akár a Ferencvárosban, hiszen ő azért nem csak középső középpályásként volt bevethető, hanem jobboldali védő is volt. Úgy látszik, hogy hát ha lehet így fogalmazni, józan észre hallgatott, és végre a játék lehetőséget választotta. Eddig Soroksárnál játszogatott, de azért azt gondolom, egy ilyen kaliberű játékosnak nem MB2-ben a helye. Nem összetévesztendő azzal a Katona Bálinttal, akit már pár hete bejelentett a Ferencváros. Köztük én úgy tudom, hogy csak névrokonság van, ugyanis a Katona Bálintnak majd Sanyi megerősít, Katona Mátyás a testvére vagy rokona, az újpesti. Tehát van itt némi családi kötelék a háttérben. Úgyhogy én sok-sok játék lehetőségre számítok tőle. Ő azért egy ilyen klasszikus box-to-box típusú játékos volt Hajdanán, a komolyabb sérülése előtt már, mint a Katona Máté. Úgyhogy nekem inkább érdekesebb a Kecskemét esetében a Banó Szabó Bence, aki édesapjához igazolt úgymond haza, de fogunk majd erről is beszélni. Igen, azt meg tudom erősíteni, hogy ők testvérek. Az egyik nyilatkozatában a mi katonánknak volt már egy ilyen utalás, hogy a testvér az ősi riválisnál is megfordult. Erről ennyit mondanék. Ami számomra egyébként érdekes, hogy jönnek azok a különböző hírek a Kecskemét házatájáról, hogy új szponzor érkezett és hasonlók. Tehát, hogy látszik, hogy ők folyamatosan építkeznek, viszont én azt gondolom, hogy újonc csapatként, friss, régóta az MB2-ben, MB3-ban porosuló csapatként, szerintem ők majd az átigazolási időszak végén lesznek aktívak, hiszen ők azért nem tudnak olyan vonzóak lenni szerintem most még, mikor a piac ennyire nyitva van egy például egy légiósnak vagy egy magyar játékosnak, viszont ahogy így érkezünk meg augusztus 31-hez, és ugye szűkül be a piac, és valaki mindenképpen el akarja adni magát egy csapathoz, akkor már lehet, hogy könnyebben fog rábólintani egy Kecskeméti ajánlatra, úgyhogy én arra számítok, hogy a későbbiekben még az érkezők tábora bővülni fog a Lilafehér csapatnál. És ugye ne feledjük el, hogy a Kecskemét még egy szabadon igazolt ukrán játékost is leigazolt. Ugye már korábban a Mezőkövesden megfordult, 3 évig szerepelt a zsúri keretében, és 55 mérkőzéssel lépett pályára, tehát neki nem lesz ismeretlen az NB1.
ugye itt név szerint egyébként Mihajlo Meszkiről beszélek, aki ugye az FC Minály csapatától érkezik Ukrajnából. Nem tudom, hogy szerintetek ő lehet-e minőségi erősítés a Kecskemétiek számára? Én a magam részéről azért nem számítok, nem azt mondom, hogy minőséget képvisel, mert NB1-ben is azért láttuk, nem volt egy rossz játékos, tényleg egy ilyen klasszikus, jó értelembe vett szláv típusú labdarúgó, aki szívét, lelkét kiteszi a pályán, jön, megy, ütvág, ahogy az kell, viszont azért tegyük hozzá, hogy a csapatkapitány a Vágó Levente posztján játszik, tehát mint védekező középás, én az ő cseréjeként tudnám őt elképzelni, hogy értelemszerűen azért eltiltások, sérülések mindig vannak egy szezonban, de azért a mezőkövesden se volt egy stabil kezdő, ennek ellenére nem tartom egy rossz igazolásnak. Lehet, hogy ő egy olyan típusú játékos, akinek majd a bizalom kell, és egy új közegben, új edzőkezel alatt, új csapattársak mellett egyébként jobban ki tud teljesedni, mint a korábbi csapatánál. Azt nézem, hogy ő 25 éves egyébként, és hogy ezzel egyébként egy kecskeméti csapatban viszonylag korelnök tud lenni, hiszen ott ilyen 27-28 évesek a legidősebbek, de főleg fiatalabb játékosok tagjai a keretnek. Igen, meglepő módon egyébként főleg a kölcsönjátékosokat kérkeztek, akár a Videótontól, akár ugye a Ferencvárostól, vagy akár az MTK-tól, ugye Varga Bencére is gondoltunk, nem igazán idős játékosokról van szó. Tehát én most úgy érzem, mintha egy ilyen fiatal klub lenne a Kecskemét, és ezeket a fiatalokat itt próbálnak felépíteni akár a jövő évi, vagy a jövendőbeli NB1-es szereplésre. Én azt érzem ezeknél a játékosoknál, hogy talán ez is lehet a cél Kecskeméten, hogy akár hosszú távon egy ilyen ugrodesztaként használják az ő csapatokat ezek a fiatal tehetségek, és akár később valamelyik nagyobb magyar csapatnál, gondolok itt a Puskás Akadémiára, a Videótóra, vagy a Ferencvárosra, vagy akár a fővárosi csapatokra, a Honvédre, vagy az Újpestre, hogy oda el tudjanak menni, és ott tudjanak később akár kulcsjátékosok lenni, vagy akár, ahogy alakul, egy jó külföldi lehetőséget is meg tudjanak csípni. Még esetleg én ezt látom. De ugye egy jövő klubja már van az NB1-ben, úgyhogy valami új hangzatos nevet vagy szlogent kell kitalálni. Igen, a Kecskemét. Ez mindenképpen így van. Úgyhogy ez történt a Kecskemét házatáján, és most át is nyergelünk a fővárosba, az M5-ös autópályán rendületből föl is megyünk, és meg se állunk a Fáji utcáig, ahol szintén történt az elmúlt három hétben mozgás, volt távozó és volt érkező is. Az érkező az mindenképpen egy hangzatos név, ugye Hidi Patrik, aki a Budapest Honvédtól tette át székhelyét Kispestről Angyalföldre. Én szerintem ez az igazolás mindenképpen meglepő, főleg abból a szemszögből, hogy azért a Hidi alapvetően azért a Honvédban sokáig meghatározó volt, sőt csapatkapitánya is volt a Kispestnek. Abszolút meglepő kategória volt, sőt, ugyebár Barát Boton mellett a második Angyalföldre érkező honvéd játékosról beszélhetünk a Patrik szemében. Engem még jobban meglepett, hogy 3 évre írt alá egy 31 éves játékos, és nekem, megmondom őszintén, bár lehet, hogy sok honvédos emiatt nem fog kedvelni, bár ilyen szempontból szerintem köztük is van, aki így gondolkodik, a Hidi Patrik egy be nem váltott ígéret volt egész karrierje során, mindenki sokkal, de sokkal többet várt tőle, hiszen a képességei megvoltak ehhez, ugyebár rövid ideig légióskodott is, én azért bíztam benne, hogy a spanyol kettőben meg tud ragadni, viszont onnan mióta visszatért, hát a Honvédba is árnyéka önmagának, és arról nem is beszélve, hogy ebben a vasasban per pillanat, hát ő, én nem hogy fix kezdőnek, de gyakorlatilag egy harmadik vagy negyedik számú alternatívaként tudom elképzelni, hiszen irányító poszton azt gondolom, hogy egy Berett Zsombor minden tekintetben jobb lesz. Érdekes, hogy ő miképp jöhet számításban, mint másik irányító, de azért látszik, hogy a vasasnak az anyagi lehetőségeikkel nincsenek problémák, mert gyakorlatilag azt hiszem most is ilyen 35 fős kerettel dolgoztak, most kezdik végre úgymond eladogatni azokat a játékosokat, akik létszám fölöttivé válnak. Érdekes, hogyha az ő keretüket megnézitek, ellentétben a Kecskeméttel egyáltalán nem fiatal, mondhatni rutinos, sok az idős játékos, ezért ez viszont szerintem Kuttor Attila koncepcióját mutatja, hogy ő eddig se szavazott túl sok bizalmat a fiataloknak. Ez a klasszikus NB2-ben a kötelező 2002-est játszatom. NB1-ben is bizonyára lesz ilyen, mert maradt egy pár fő a keretben, de szerintem ez egy ilyen stabil, rutinos kis csapat lesz. De ennek ellenére meglepett az igazolás. Tegnapi nap folyamán volt szurkolói anként Angyalföldön, és ha hihetünk a pletykáknak, akkor azért Barát Boton visszaüzent az előző klubjának egy kicsit pikírt módon. Hát ez egy ilyen történet. Nekem az az érdekes a vasassal kapcsolatban, hogy
hogy Nagy Miklós azt nyilatkozta pár nappal ezelőtt, hogy ők nagyon tudatosan, nagyon a terveik szerint tudtak igazolni eddig ebben a szezonban. Tehát, hogy nem azért csaptak le egy játékosra, mert jó ajánlatot tudtak adni neki, mert felszabadult, hanem hogy ők egyébként hiányposztokra igazolnak, és azokat az embereket tudták elhozni, akiket el akartak hozni. Tehát kb. Mindenki elfogadta az ajánlatukat, akiket ők megkínáltak ezzel. Ehhez képest azért bizonyos posztokon, például ugye a csatár Angyalföldön szerintem talán a legbűvebb a keret, és relatíve jó minőségű játékosokról is van szó. Úgyhogy Hidi Patriknak is én azt gondolom, hogy ha odaigazolták, azért eléggé egy nagy név és nagy NB1-es játékos múltja van, szerintem őt fogják játszatni, vagy minimum egy versenyhelyzetet teremtenek vele, mert a Nagy Miklós azt is mondta, hogy most kereken megvannak minden pozícióra kettő, szinte teljesen ugyanolyan képességű játékossal, és a versenyhelyzet a jó sportolóknak az jobb teljesítménye fog őket sarkalni. Hát kíváncsi vagyok, hogy Angyalföldön lesz-e még változás a keretben. Főleg hogy annak fényében kérdés, hogy lesz a változás, hogy azért alapvetően, ha tényleg azt nézzük, hogy ők azt szerint igazolnak, amit ők elvártak, és tényleg azért megnézzük, sok korábbi válogatott játékos is érkezett, illetve van játékos, aki azért NB1-ben elég sok mérkőzést játszott. Géresi Krisztián, vagy akár Dobó Dávid. Tehát tényleg nagyon sok játékos tudtak igazolni, Barát, ahogy ti is mondtátok. Tehát tényleg komoly nevek. Kérdés az, hogy ezt egybe lehet-e gyúrni egy csapatnak, mert szerintem, ha igen, akkor a Vasasnak idén szerintem lehetnek top 6-os álmai az idei bajnokságban, mert minőségre, mármint nevekre, úgy nézve minőségre, ez egy jó keret. Kérdés, hogy hogy fognak játszani, illetve ne feledjük el, hogy azért ugye itt még volt másik bejelentés is a Vasas házatáján, ugye ismét kölcsönvették a Ferencvárostól. Segítsetek, hogyha rosszul mondom. Köszönöm szépen, helyettem kimondtam a nevét. Ugye őt most megint kölcsönvették, ha jól tudom, egy évre. Így van. Ez szerintem nem biztos, hogy egy rossz transfer, hiszen így biztos tud játszani a Patrik majd ő a Vasasban, és szerintem neki az aktuálisan, hogy mindig tud játszani, ez a fejlődését mindenképpen elősegíti, és ha akár hosszú távon alapember tud lenni ott hátul a védelembe, szerintem hosszú távon akár a Ferencvárosban is át tud majd kerülni, és akár a Fradiban is fog tudni bizonyítani, tehát én azért azt hiszem, hogy ez mindenképpen a jövőnek is szól ebből a szemszögből, és hát azért legyünk őszinték, azért szükség van a fiatal játékosokra, hogy valahogyan oda kerüljenek a nagyobb magyar csapatokhoz is, mert hát azért vannak olyan magyar játékosaink, akik ugye nem nagyon kapják meg a lehetőséget, vagy száműzbe vannak az NB2-be, és onnan már azért eléggé nehéz visszakerülni, és hát nagyon nehéz onnan úgymond bármit is elérni, hát mondhatjuk így, hogy elérni bármit nagyon nehéz, mert igazából nagyon sok minden nem történt, és még azért említsük meg Balajti szerepét szerintem, hiszen ő most Győrbe átkerült, és hát nem került még át? Nem, Tiszakécskére került végül Balajti át. Egyébként olyan szempontból jól mondtad, hogy jól emlékszek, Győrben is talán megfordult, vagy mindenképpen volt róla szó, hogy ő is átkerült. Volt róla szó, igen. Volt róla szó mindenképpen. Hát itt volt egy ilyen egészséges, nagyon nagy divat manapság ezt a karaktergyilkosság kifejezést használni. Hát Kutor Attila ilyen szempontból megkaraktergyilkolt a Balajti Ádámot, Nagy Miklós nagy-nagy kárára, ha lehet így fogalmazni, és hát végül az lett, amit a vezetőedző akar, ugyebár ez eddig se volt akkora nagy titok, hogy mind a Birtalamboton, mind a Szatmári Lóránd, illetve a Balajti Ádám perifériára kerültek egy edzői döntés következtében. Balajti, illetve, ha jól emlékszek, Szatmári elfogadta ezt a lelátón való üldögélést, Birtalan kölcsönbe került a harmadik kerülethez, és most így a szezon végeztével, vagyis az előző szezon végeztével ezek a játékosok átadó listára kerültek, vagy kölcsön lettek adva. Nagy Miklós elvileg nagy Balajti fan, úgyhogy ő csak kölcsönbe engedte el a Tiszakécskéhez. Hát a szurkolók még mai napig rágják mindig ezt a témát, ha hihetünk neki. Én megmondom őszintén, hogy ebben a 4-3-3-as koncepcióban én nem is nagyon tudom elképzelni per pillanat Balajti Ádámot, hiszen ő azért egy mozgékonyabb, egy-egy elleni párharcokat felvállaló, befejező támadó, míg mondjuk egy Fecesin, egy Novotny, vagy egy Bobál, azok a típusú klasszik centerek, akik inkább felívelgetik a labdákat, lekészítik a szélsőknek, úgyhogy szerintem a koncepcióba se illik, én ezért nem bánnám annyira, úgyhogy nem lepett meg. Akkor Balajti vajon a Vasas Nikolicsa?
hogyha a párhuzamot húzzuk, hogy a szurkolók ragaszkodnak hozzá, legenda, legenda, viszont az üzleti érdek meghozta ezt a döntést. Igen. Nem én akartam pedig... sebeket feltépni, Norbi, bocs. Fogunk. Én pedig elnézést kérek mindenkitől, főleg Balajti Ádámtól, hogy én ott győrbe adtam kölcsön, úgyhogy lehet jobban járt volna. De én úgy emlékszem, hogy volt róla szó, nálam valahogy ezek szerint beragadt ez a lemez, úgyhogy elnézést kérek itt a dezinformációért. Na de megyünk is tovább, és most a 13. kerületből gyorsan átugrunk Délpestre, úgyhogy megnézzük, mi újság a Honvéd házatáján. Hát itt is volt mozgás, érkeztek játékosok ismét. Ugye az egyik távozott, mert ugye Hidi Patrikot ugye megemlítettük, de itt még mások is mozgolódtak. Nem tudom, hogy ti hogy értékeltek eddig a Honvédnak úgy ámblok a teljes átigazolási szezonját, mert én megmondom őszintén, nem vélek egyelőre semmilyen koncepciót felvázolni, vagy észrevenni ebben az átigazolási időszakban, és ez hát nekem egyelőre egyáltalán nem ad bizakodásra okot, mármint abból a szemszögből, hogy a Honvéd egy újra komoly erős csapat tud lenni, mert én úgy érzem, hogy ilyen futottak még kategóriás igazolások vannak főleg. Nem tudom, ti hogy látjátok? Ádám parancsol, mint rangidős. Köszönöm. Már pont kettőtök között vagyok korva, ha minden igaz, de azért köszönöm szépen. Úgyhogy hát a Honvédnál hasonló, Norbi, meg tudlak erősíteni abban is, hogy én se látom, bár ha hihetünk az újonnan kinevezett szakmaigazgató vagy vezetőedzőnek is, tehát ugyebár mind a ketten külön nyilatkoztak, az északír Chris Dakerty, ha jól emlékszek, azt nyilatkozta, hogy nem nagyon van pénzünk, úgyhogy fiatalokat fogunk mindenképpen felhozni. Úgyhogy ilyen szempontból egy picit ez a régi Hemingway-s vonal, ez a Szabó Györgyös vonal felcsillanni látszik, viszont ha minden igaz, ha hihetünk az Újhíradóban susmorgó embereknek, akkor azért a negyedik legnagyobb költségvetése van a Honvédnak az egész ligában, tehát azért ez egy picit sántít ez a történet mindenképpen. És akkor azt hinné az ember, ha sok a fiatal, akkor jönnek értelemszerűen a minőségi légiósok, bár távol álljon tőlem, hogy én bárkit is megítéljek az érkezők közül, hiszen akár a Prenga esetében elmondhatjuk, hogy őt egy hazai szinten jó középső hátvédnek tartjuk, tehát ő egy minőségi igazolás. Viszont az sokat elmond, hogy még Kisvárdán az a hír járja, csak hogy megint kicsit úgy igazoljam az előző állításomat, hogy mennyire, milyen költségvetés van a Honvédnál. Kisvárdán, ha minden igaz, ilyen 1 és 3 millió közötti átlagbérek mozogtak, és ez a, tehát a 3 millió plafon, tehát azt úgy képzeljétek el, minden bizony, hogy egy Claudio Bumba körülbelül annyit vitt haza, és valószínűleg akkor egy Prenga is. Úgyhogy ezt szerintem jócskán megfejelhette a Honvéd, de értelemszerűen nem vagyok könyvvizsgáló, mert nem is tisztem megítélni, de szerintem minimum kétszer annyit fog hazavinni Kispestről az albán úriember. Nekem, ami most picit, bocsánat, hogy így fogok fogalmazni, a megmosolyogtató kategóriájú igazolás a kanadai utánpótlás válogatott Rich Lord Enin volt, akit nem tudok hova tenni, annak ellenére, hogy 23 és azt hiszem már vagy 8 klubban játszott. Ennek ellenére még mindig csak kölcsön jött a híres Lett Spartax csapatától, tehát a Lett Spartax, még egyszer mondom. Nem, tehát ahogy Norbi is fogalmazott, nem látom én sem mögött a koncepciót. Ettől függetlenül kívánjuk természetesen, hogy legyen egy erős vagy egy jó honvéd. Ez valamennyire jó ez a vonal, hogy fiatalok és rutinos légiósok, vagy jó nevű légiósok. Hát egyenlően jó név az még elmarad, de ettől még lehetnek jó légiósok. Én egyébként én is tök nagy dobást, és sok nagy dobást vártam az új sportigazgatótól, az új edzőtől. Biztos voltam benne, hogy a régi kapcsolatrendszereiket, amiket több helyen is olvasva, ezek kifejezetten nagy kapcsolatrendszerek, hogy majd azokat megmozgatják, és hoznak ide érdekes játékosokat, például a Skóciából, ahonnan azért viszonylag kevés légiós fordul meg nálunk. Most vagy az van, hogy itt is ilyen vihar előtti csend van, és próbálkoznak, szerintem lelemaradnak ilyen nagyobb fogásokról, úgyhogy nem tudnak itt bejelenteni, viszont a kisebb neveket tudnak, és a későbbiekben ott is hoznak nagyobbakat. Nem tudom, nekem nagyon furcsa lenne, ha ők így ennyivel megállnának, ez az egyik gondolatom, tehát én várok tőlük még egy pár érdekesebb igazolást, ami viszont ugye meg tök furcsa az, hogy fiatalabbakat igazolnak, és akkor a koncepcióba hogy fér bele az én egyik korábbi, vagy még jelenleg is nagy kedvencem, a Nikola Mitrovics. Tehát, hogy 35 évesen, talán utolsó egy jó éve, vagy utolsó két jó éve lesz, de már nálunk is én inkább csereként láttam volna az utolsó 30-40 percben Újpesten őt szívesen, mert akkor biztos, hogy extra plusz lendületet tudott volna adni. Itt a meccsek végére elfáradt, tehát szerintem ő nem kezdőjátékos lesz a Honvédnál, hanem már csak kiegészítő. Lehet, hogy ő egy olyan jó ajánlatnak nőtt, akire le kellett csapni.
nekem értetlen ez az egész. Kíváncsi vagyok, de szurkolok azért Mitrovicnak a honvédnek. Én Mitrovic esetében abszolút az olcsó Hidi Patrikot tudom elképzelni, hiszen szerintem, tehát képességben szerintem, sőt, alázatban egyértelműen veri Mitrovic Hidi Patrikot bármikor. Képességekben szintén talán, de hát azért Hidi Patrik, hát egy ilyen cirka 5 éve fiatalabb, ha jól emlékszem, de legalább 4-jel mindenképpen, és lehet, hogy közel se kért annyit, mint a Hidi Patrik jelenlegi bére. Valószínűleg. Illetve ezen felül ugye említsük meg, hogy Böle Lukács már nem a honvéd kerethez tartozik, hiszen ő is eligazolt Paksra, valamint ugye, ha jól emlékszem és jól olvastam, Horváth Milánra sem számítanak a jövőben a 19. kerületben, ő mezőkövezetett, tehát a székhelyét. Illetve az elmúlt napokban robbant egy nagyon érdekes pletyka, és itt mindenképpen érdekelne a ti véleményetek, ugyanis Ricardo Morizék, vagyis az Alaegerszeg megkereste Batik Bencét állítólag, hogy átigazolna-e az Alaegerszeghez. Ti mit gondoltok erről a transferről, hogy ennek van-e realitása, létrejöhet-e, és a legjobb kérdés az, hogy ha ez létrejön, akkor Batikot vajon mennyire fogják ezek után szeretni a 19. kerületben? Hát érdekes maga a felvetés. Az elmúlt években láttunk ilyet, hogy valaki 19. kerületből megsállt Zalaegerszegig, addig menekült. Lehet itt akár Kánukik is, vagy éppessége pont most nyáron a Májer Milánt, és hogyha már Májer Milán, akkor elvileg ez a háttértörténet, hogy nagyon jó barátok a Batik Bencével, elvileg közösen is járnak nyaralni, és emiatt lehet egy ilyen fajta csábítás a fiatalabb zalaegerszegi játékos részéről. Hát szerintem ott megint csak mélyen a zsebbe kell nyúlni az Eténél, amit elvileg annyira nem szerettek. Ott róluk is fogunk majd beszélni, hogy ott is inkább a fiatalitás irányába mozognak. Nem, én nem, nehéz megmondani. Nem hiszem, hogy meg tudják fizetni a Batikot. Nem lehet nem észrevenni a háttérben meghúzódó ferencvárosi szálakat azért. Tehát, hogy Batik Bence ugye Ferencváros nevelés, Dragóner Attila, Ricardo Moniz, Ferencváros kötődésű sportigazgató és edző. Tehát lehet, hogy itt a Dragóner a régi kapcsolatok köszönhetően jutott el a Batikhoz. Egyébként Batiknak a megítélése, amennyire én tudom, elég vegyes a honvéd szurkolóinál. Sokáig nagyon ment az... ugye fradistaként nehéz volt beilleszkedni, de aztán ez sikerült neki, és aztán nagyon szerették, mert harcolt, küzdött, viszont voltak az elmúlt szezonban olyan meccsei, ahol pontok, és utolsó perces pontok, vagy nyerőállásokat buktak rajta, tehát szerintem lehet, hogy ott sem sajnálnak, inkább a Barátbotondot tartotta volna meg szerintem egy honvéd szurkoló, mint a Batik Bencét. Minden esetre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz a jövőben, ugye azért még van 5 hét az átigazolási időszakból, szóval az NB1-ben meg a magyar fociban elő szoktak csodák fordulni, meglátjuk, hogy fog alakulni ez. És így, hogy megnéztük a Honvédot, megyünk is tovább, hiszen az idő szorít minket, és a következő állomásunk Mezőkövesd, ahol Mezőkövesden eléggé komoly változás van. Ugye pont aznap, mikor vettük fel a műsort a múltkor, akkor a műsor után jött ki az a hír, hogy a csapat több mint 10 játékostól is elköszönt, és itt azért komolyabb nevek is voltak, akiktől elköszönt a mezőkövesdi csapat. Én úgy érzem, a mezőkövesdi változások jelenleg nem jó irányba haladnak, és nekem van egy olyan érzésem, hogy idén a mezőkövesd komolyan a kiesés ellen fog küzdeni, mert valahogy azok az igazolások, amik bejönnek a mezőkövesdi csapatnál, számomra nem igazán tűnnek annyira jónak, mint amilyen volt ez a csapat, bár tény, Sukka Attilával ez a csapat egy eléggé úgymond betonbiztos atombunker focit játszik, és körülbelül csak a kontrára vannak berendezkedve, de valahogy azt gondolom, hogy az átigazolási szezonban voltak olyan távozóik, mint például Antal Botond, ugye, aki elment Tiszakécskére, aki annyira nem nagy érvágás a csapatnak. Én azt hiszem, hogy például lehet, hogy én értékelem túl, de Babati kölcsönadása az szerintem mindenképpen egy olyan dolog, ami azért eléggé hát erősen tudja majd korlátozni a csapatnak a játékát, mert hát azért szerintem az ő kölcsönadása az eléggé, mondjuk úgy, hogy a támadó szekció gyengíti Mezőkövesden, és most jelenleg nincs szerintem olyan támadó Mezőkövesden, akit egy 10 plusz gólos szezon tudna produkálni. Hát engedd meg, akkor picit vitatkoznék veled. Jó. Ha Jurina marad, akkor ő szerintem fogja tudni ezt a szintet hozni, értelemszerűen attól függ, hogy milyen kiszolgálás van mögötte.
aki ilyen stabilnak volt, mondható, hát Cseri Tamás már valószínűleg onnan fog nyugdíjba vonulni, ő azért még 34 éves kora ellenére, bár még szerintem évvégén tölti a 34-et, azért még minőséget képvisel, klasszikus későn érő típus, de lehetne akár a Besilovicsot említeni, ilyen szempontból, aki azért minőségi hátszeret tud produkálni egy jó befejező csatárnak. Ha ő marad a Jurina, akkor szerintem nagy gondok nincsenek. Nekem ami érdekesebb, aztán Sanyi legfeljebb rám cáfol, hogy egy Nagy Dániel, aki azért Újpesten nevelkedett, aztán hát ott is voltak érdekesebb kitérők, akár Németország, vagy éppenséggel a legnagyobb rivális Ferencváros, aztán vissza, aztán nem túl jó szájízzel elválva. Nekem a Nagy Dániel Subka Attilával való érkezésénél egyértelműen meglátszott, hogy ez a kapcsolat ez nem éppen szerelembe fog szökkenni, és azért látom, hogy jó pár magyar játékos hitta meg ennek a levét. Subka Attila minden igaz egy ilyen nagyon távolságtartó régi típusú edző, ilyen szempontból, tehát nő nem az a fiatalos, idézőjelben fiatalos, bratizós típus, és elvileg ez sok játékos sérelmezi is, és voltak is itt különböző ilyen kis magyar klikkesedés, akár itt meg lehet említeni a Kocsis Gergőt, aki szintén nagy reményekkel igazolt egy pár éve Mezőkövesdre, és azt mondta, hogy hát én innen leszek válogatott. Kocsis Gergőt amúgy is ilyen szempontból szeretem, mert mindig nagy-nagy ígéretekkel igazol mindenhova, és ő mindig válogatottba látná saját magát, mint egy Nagy Ádám pótlék, hát gyakorlatilag egy stabil szezont nem tud lehozni, már nem tudom hány éve, fogva mindenre. De lényeg a lényeg, hogy én például csak pont a Nagy Dániel esetében fogunk az Újpestről is beszélni, de szerintem egy ideális kroázé alternatíva lehetne erre az átmeneti időszakra, és hát Sanyi, ti darabra is azért valljuk be, picit kevesen vagytok, úgyhogy engem nem lepne meg, ha Nagy Dániel ott köt neki. Én szívesen beszélgetnék a Mezőköves topikban az Újpestről, mert arról bármennyit tudok, de akkor majd erre a részre térjünk vissza. Nagy Daninál egyébként nekem felcsillant a szemem, amikor olvastam, hogy távozik, mert egyébként nálunk akkoriban jó időszakot futott, és ő is, ha bizalmat kap, akkor ő egy kreatív távolról, jól elsül a lába, nagy gólokat tud lőni, úgyhogy nekem is vannak néha ilyen teljesen logikátlan értetetlen döntések, nem csak most a Mezőkövesdnél, hanem az NB1-ben, hogy valakit arra a polcra teszek el, hogy na szerintem ő egy jó focista, majd egyszer csak így elküldik. Nyilván egy csomó mindent nem tudunk a háttérből, nem vagyunk ott az edzéseken, hozzáállás, edzőjátékos viszony, amire ugye te is utaltál, Ádám, szóval sok minden lehet a háttérben. Tény és való, hogy itt egy erős vérfrissítés van, és akit még külön nem emeltetek ki, én őt is az egyik legmeghatározóbb távozónak érzem a Mezőkövesdnél, az ugye Farkas Dániel, aki átment megyén belül a rivális MB2-es csapathoz, a Diósgyőrhöz, és Diósgyőr szurkoló ismerősöm mondta is, hogy az ő érkezésének örül az egyik legjobban a Diósgyőri érkező oldalról, tehát hogy ő fixen végigjátszott és robotolt egy meccset. Hát kiderül, érkezők szempontjából ugye most olyan nagy húzása nem volt az elmúlt hetekben a Kövesnek, előtte azért ugye egy párat a Bobállal, Nagy Gergővel, Molnár Gabikával húztak. Vagy a helyet csinálták meg az érkezőknek, és ugye a szerződések jellemzően azért július 1-ig vagy június 30-áig élnek, és akkor őket szépen kiszórták. Kíváncsi vagyok. Így én egyébként karcsúnak érzem ezt a Kövesdet, egyelőre meglátjuk. Szerintem ők most ott lesznek a hátsó régióban. Ugye még pont ebből adódóan, hogy ugye csinálták a helyet, hát ugye a mai napon ugye bejelentették, ugye, amikor felszerkeztem a műsort, egyébként július 27-e délutánja van, ugye a mai napon érkezett Philipp Schmidl, ausztriai védőjátékos, aki valószínűleg már a hétvégén már fog is tudni szerepelni, ugye az Admira Wackernél volt az előző szezonban. Nem tudom, én néztem egy ilyen highlight videót róla, hát amellett, hogy egy igazi jobhoppernek tűnik a Pali, 25 évesen neki is, ez már a hetedik klubja, nem igazán tűnik bizalomgerjesztőnek, őszinte leszek az előélete, nem biztos, hogy ő lesz az igazi megoldás hátul a mezőkövesdi védelembe, és ha már a mezőkövesdi védelem, ugye 3 héttel ezelőtt még elég erős pletyka volt az, hogy Hegedűs átteszi majd a székhelyét Diósgyőrből, ez az üzlet biztosan meghiúsult, hiszen olyan összeget kért a Diósgyőr, ami elég erős. Ez mondhatjuk úgy is, hogy nem 2 számjegyű millió, hanem 3 számjegyű milliót kért Hegedűsért a Diósgyőr, ami azt gondolom egy kicsit irreális összeg.
pedig a személyes feltételeken megegyeztek a csapatok. A mezőkövesdi képviselők 4 napon keresztül minden nap mentek Diósgyőrbe tárgyalni, és nem tudtak megállapodni. Ők azt mondták, hogy állítólag én így értesültem, 80 millió forintnál, 80 milliónál többet nem tudnak adni érte, de 100-nál is többet kért a Diósgyőr, így a két érdek nem igazán találkozott, ez a transfer útba esett, úgyhogy Molnár Gabi legjobb barátja, legalábbis egyelőre biztosan nem igazol mezőkövesdre, aztán ki tudja, lehet, hogy még valahonnan leesik egy pár száz millió, vagy pár 10-20 millió, és összejön az üzlet, egy jó szponzor érkezésével ki tudja, de egyelőre ez útba esett dealnek tűnik. Megyünk tovább, keleti országrészen maradunk, és megyünk a Civisvárosba, hiszen Debrecenben nagyon-nagyon sok változás történt, mióta volt a múltkori műsor. Ugye Tőzsér Dániel távozott, vele együtt a vezetőedző is távozott, ezen felül új tulajdonosa lett a klubnak. Van egy játékos, aki 0 percet játszott, már nem a DVSC játékosa, szóval itt rengeteg történés van, itt egyébként Ante Hercegre gondolok, aki tényleg egy klasszikus Simpson idézettel bejött, lerakta a kalapot, fordult és már ment is. Tényleg ennyi volt körül a debreceni szerepvállalása, de ezen felül például van, aki képben van, egy újabb kapus, mert hát olyan kevés kapus van egyébként Debrecenben, de kell még egy. Ugye Megyeri Balázs, aki valószínűleg érkezik a Lokihoz, ezen felül pedig ne feledjük el, hogy a Debrecennél elbúcsúztatták Korhut Mihályt, aki a városi kistesóhoz, a Deachoz igazolt, szóval nagyon-nagyon érdekes, ami Debrecenben történik, én egy teljes újraépítést látok, leromboltunk mindent az alapokig, és onnan építünk újra. Ti hogy látjátok? Hát én a magam részéről, ahogy te is felvázoltad, érdekes szintén ott a koncepció, abszolút látszik, hogy külföldiekben gondolkodnak, még talán kevésbé nyúlnak hozzá a Honvéddal szemben is a saját nevelésű fiatalokhoz, sőt, ennek egy ilyen ékes példa, az egyik legnagyobb középső hátvéd tehetségnek tartott Szújó Attilát a Győrnek el is adták, tehát ez érdekes döntés volt. Az látszik, hogy a védelmet mindenképpen erősíteni a Loki az előző évek tanulságaiból kiindulva, hogy miért kellett még egy fiatal 21 éves román kapust igazolni, az tényleg egy számomra is egy nagyon nagy kérdőjel, viszont azért tanultak a korábbi évek ilyen középső hátvéd problémáiból, mint például a Márkó Nikolic, aki azt gondolom, hogy abszolút nem NB1-es szintű, de éppenséggel lehet a Charleston-t is venni, akinek nem a képességével vagy a tudásával van probléma, hanem inkább a sérülékenysége, és itt 3 érkező is jött az elmúlt időszakban. Ugye bár az előző műsorban a Meldin Dreskovicsról beszéltünk, időközben még jött mellé egy rutinos montenegrói hátvéd Dusan Legator személyében, illetve egy fiatal ukrán tehetség Oleksandr Romanchuk személyében. Úgyhogy mindenképpen a védelmet erősítik, pont a Debrecen szurkolók nagy-nagy hát bánatára lehet így fogalmazni, mert a többi poszton nem látnak semmilyen esélyt erősítésre a szurkolók. Ugye bár itt a támadó szekció és a középpálya is ilyen szempontból azért elbírna, pláne hogyha azért Barát Boton még ő örök sláger téma lesz ebben az átigazolási időszakban is. Barát Péter. Barát Péter, igazad van, köszi. És ilyen én is össze szoktam keverni, mindenki. Semmi gond, igen, barát Péter esetében, ha esetleg ő távozik, akkor hát úgy látom, hogy ez a rendkívül hangzatos nevezetű görögúri ember, Georgios Neofitidis fogja majd valószínűleg őt pótolni, mint védekező középpályás. Én már ezt látom így lelki szemeim előtt, hogy Barát Péter eladásra kerül, valószínűleg egy jó pénzért, és értelemszerűen ez a görögúri ember fogja, vagy szeretné majd őt pótolni. És hát az elmúlt napok híre, ezt valahogy ezért majdnem letettem a kevés hajamat is, mikor ezt így olvastam. A Brightonnak az állandóan kölcsön adott lengyel jobb hátvédét, Mihály Karbovnikot beszélik itt. Hát Mihály Karbovnikról annyit kell tudni, hogy az a piaci érték annyit tesz ki, mint egy átlag NB2-es csapaté, tehát igazából így valljuk be, nem egy NB1-es szintű játékos, hanem attól talán picit több. És 2 millió euró, ugye? Ez rémlik nekem, hogy 2 millió eurós. Ilyen 2,5 millió, hát ez egy átlagos NB2-es labdarúgó csapat összértéke, de azért tudjuk, hogy a Transfermarkt az bizonyos szempontból nem reprezentatív egy
egy magyar bajnokság, NB2 esetében pedig pláne nem, minden esetre egy nagyon nagy név, és ezért, ez az, amit picit úgy, még örülnének is a lokisták, de gyakorlatilag tele van jobb hátvéddel a padlás, tehát lehetne itt akár a Baranyai Nimrodot említeni, a Kusnyír Eriket, igaz, hogy ő máshol is bevethető, védekező középpályásként, a Bévárdi Zsombort, igaz, ő is tud szárnyvédőt, vagy védekező, vagy bocsánat, támadó középpályás szélsőt játszani. Úgyhogy engem az meglepne, és akkor még nem is beszéltünk a saját nevelésű, hazacsábított Major Sámó erről se, aki elvileg szintén jobb hátvéd papíron, de az elmúlt időszakban egy sorral fentebb is már szerepelt. Érdekes ez az egész debreceni koncepció, de hogyha mondjuk ott megsérül egy Dorian Babunski, mint egyszem egészséges, bevethető klasszikus center, akkor nem tudom, mi lesz ezzel a Lokival. Nekem az a nagyon érdekes ebben a koncepcióban, amit te se értesz, amit te se értettél meg, hogy ha valami szimpatikus volt mondjuk újpest szurkolóként nekem a Debrecenben, és amiért én tiszteltem őket, az az, hogy megnéztem a kezdő csapatukat, meg mondjuk akiket becseréltek, és a 80-90%-uk saját nevelésű játékos volt, aki lehet, hogy aztán elhagyta a klubot, de visszatért. Tehát ami nálunk, ahol Újpesten tele van légióssal a keret, és nagyon örülünk, ha egy Simon Krisztián, egy Banai, vagy mondjuk egy Katona Csongor, vagy ott van a csapatban, mert akkor milyen jók a mi gyerekeink. Ez a Debrecennél meg volt fixen, stabilan 8-9 játékosnál. Szerintem erre minden debreceni szurkoló büszkén nézett, és most ezt így az egészet teliben nem is leradírozták, hanem letépték a papírt is így kukába be. És ha én Debrecen szurkoló lennék, egyelőre nekem nagyon nem lenne bizalmam ebbe, hiszen a saját fiainkat küldték el, és hoztak helyette 200-300 ezer euró értékű Transfermarkton soha nem hallott légiósokat, akik közül nyilván beválhatnak majd, csak hát látszik új tulajdonos van, új koncepció, új vezetőedző és hasonlók, úgyhogy egyelőre én ezt így magyar szurkolóként ferde szemmel nézem. A másik érdekesség pedig két távozó, az Ugrai Roland és a ugye a Pátkovics Bence, akik már régebben elmentek és örülök beszéltetek, nekem az nagyon furcsa, hogy nekik még nincsen klubjuk, holott azért szerintem több NB1-es csapatban is elférnének. Csak vagy szerintem pont nem oda szeretnének, és azért várnak ki a végsőkig, hogy esetleg augusztus 31-ig külföldi szerződés összejöhet. Hát sok sikert hozzá. Igen, a DAC-ba el tudom képzelni őket, de hogy annál magasabb polcra szerintem ők nem tudnak kerülni. Hát de én, lehet, hogy én egy szlovák bajnoksággal, nem tudom, tesz Ugrai Rolandot egy szlovák bajnokságban, ahol tényleg egy ilyen fúrra... Ütnék vágnak. Igen. De Balog Norbert is megtalálta ott idézőjelben a számításait, akkor miért ne? Hát tele van a DAC támadókkal, tehát amúgy nem hiszem, hogy a DAC-nak még támadóra lenne szüksége. Viszont Hány János kiesett, úgyhogy... Hány János kiesett, hát mint tudja, lehet az ő helyére. Igen. Elég komolyan megsérült. Igen, egy nehezen keze egy lelkes, bár nem túl technikás csatár helyett, egy technikás, de nem túl könnyen kezelhető Ugrai. Hát, dönts el mindenki maga. Igen, minden esetre ez veszélyes lenne, az biztos. Ami még nagyon érdekes egyébként a Debrecen házatáján, ugye az új vezetőedző személye, ugye aki korábban Kisvárdán is megfordult, João Janeiro lett a vezetőedző a debreceni csapatnál, és hát így megnézve az edzőmérkőzéseket, így nagyon nem igazán vélem felfedezni egyelőre, hogy mi is akar lenni a játék. Ellenben azt látom, hogy Zsuzsák Balázsra kulcs szerep hárul a mostani debreceni csapatban. Egyértelműen vezérként számol vele Janeiro, úgyhogy azt hiszem, hogy a Zsuzsák személyisége az itt nagyon sokat fog igazából a labba tenni az elszámolásnak a végén, a 33 forduló végén, hogy a Debrecen hol van. Ha Zsuzsáknak tud egy jó szezonja lenni, és jó meccseket tud játszani, akkor igazából nagyon rajta fog múlni, hogy a Debrecen benn marad, vagy kiesik-e. Valamint még egy érdekesség, amit én gondoltam elmondani, hogy bár említett talán a múltkori műsorban Christian Manrich érkezését a bal szélső védő pozícióba, hát így most szerintem azért mindenkinek is szurkol, hogy ő legyen a kezdő a hétvégi kezdődő bajnokságban, hiszen mindenki Ferenci Pistája azért annyira a... János, egyre megy. Ez lesz a mi keresztünk, ezek a keresztnevek. Ezek a keresztnevek, majd bajba vagyunk, nézzétek el nekünk, tehát akkor Ferenci János azért a viselkedésével eléggé kivívta azt, hogy hát mondjuk úgy, hogy a szurkolók körében lassan personálon grátának számít Debrecenbe, jobban örülnek, ha nincs a pályán, mint amikor fent van. De hát nyilván meglátjuk majd, nem én fogom eldönteni, mi lesz Debrecenbe, főleg én ugye más okoknál fogva nem is vagyok annyira jobba egyébként a debreceniekkel, de ez egy más dolog. De ezt félretéve, és tényleg más oldalról megnézve ezt a történetet, viszont azt látom,
hogy a Debrecennél ez a teljesen leromboltunk mindent az alapig, és elkezdünk építkezni. Én szerintem veszélyes. Nagyon veszélyes játék, mert ha az első 10 forduló végén nem állnak mondjuk úgy, hogy a vonal fölött vannak fixen 3-4 ponttal, már pedig ez simán benne van, mert a sorsolásuk se azért annyira jó szerintem idén. Lehet, hogy bajban lesz a Debrecen a végén az elszámolás, nem? Elképzelhető, hogy itt az utolsó előtti fordulóig ez a Loki küzdeni fog a bennmaradásért. Aztán majd a felső lécről hova pattan a labda, azon fog múlni minden. Még ez is lehet. Mindenesetre meglátjuk, meg hát nyilván a sérülés hullám jön-e, nem jön, mert itt azért a Babuszka tényleg, hogy te is mondod, kiesne, akkor itt tarkonval lőve úgymond a debreceni támadójáték, nem tudom, ki fog gólt lőni, tehát Dzsudzsáknak kell akkor valamit varázsolni egyedül. Nehéz helyzet, ami a Debrecenre vár, de még van idő igazolni, hát ha igazolnak egy jó csatárt, aki sok gólt tud hozni nekik, mert hát azért annak idején nekik azért volt egy jó Koulibalyjuk is, például emlékezzünk rá, ők fedezték föl, és így meg szállította a gólokat tornaszámra, szóval én nem vagyok annyira úgymond pessimista a Debrecen jövőjét illetően, de szerintem azért meleg szezonjuk lesz ismételten. Menjünk is tovább, és most menjünk a Zalaegerszegre, ugye a kis Fradihoz, csak ők kék-fehérek, a fehér a stimmel, és hát korábbi ferencvárosi edző az új edző, a mindig fázós, tehát a mindig fázós Ricardo Moniz lett ugye a vezetőedző, aki most is 35 fokban pulóverben volt az oldalvonal mellett. Fekete színű, jó napot magába szívó. Így van, biztos alapon. És hát lehet, hogy Tajti Mátyásnak úgy néz ki, hogy talán most jön az a szezon, amikor meg tudja mutatni azt, hogy tényleg mekkora tudás rejlik benne. És ezen felül az igazolások is olyanok, hogy nagyon fiatalodik az zalaegerszegi csapat, rengeteg fiatal játékos, itt látom, mintha 25 év alatt már beleillenek az emberek a képbe, de 25 felett itt már mindenki rangidősnek számít, és hát azért azt látni kell szerintem az zalaegerszegi csapatnál, és talán ez az egyik legérdekesebb, szerintem legérdekesebb dolog az egészben, hogy az érkezők sora az lassan egy lelátónyi szemét jelent, mert annyi új játékos érkezett, tehát egy teljes újraépítés van itt is, mondhatjuk így. Ugye a múltkori műsor óta azért itt voltak úgymond komolyabb igazolások, ugye gondolok itt például arra is, hogy érkezett ugye Csóka Dániel ugye a Wimbledontól, őt ugye hazacsábították Angliából, szerintem ő például egy jó igazolás lehet hátra a védelembe, abszolút azt hiszem, hogy Csóka azért nem volt rossz játékos kint Angliában sem, szerintem az a kinti tényleg az a rakkolós tapasztalat, amit hoz haza Angliából, az itt mindenképpen sokat fog segíteni, mert az Zalaegerszeg meccsein ott azért általában sok gól szokott esni, ott mindenképpen egy jó védelemre szükség van, hogy ne kapjanak sok gólt, ugye a kapuban Demjénnel szerintem rendben vannak, és hát azért itt még vannak olyan játékosok, akik érkeztek, a már korábban említett ugye Maier Milán, ugye róla is beszéltünk, róla már rövidebben, de tényleg azt látom, hogy nagyon sok játékos érkezett, és egyelőre azt látom, hogy van egy csapat, aki elveszített komoly játékosokat, gondolok itt Zimonyira, gondolok itt Serafimovra, vagy akár Halilovicsra, akik szerintem alapemberei voltak az elmúlt év Zalaegerszegének, és most egy ilyen próbálják keresni az új utat, hogy merre menjenek tovább, kik legyenek a jövő emberei. Nem tudom, hogy ti egyetértek-e velem ebben, vagy nem. Minden esetre én azt hiszem, hogy az Zalaegerszegnek idén nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolga lesz, mert a sok fiatalt kézben tartani szerintem nem lesz egyszerű feladat. Főleg egy olyan edzői duónak, mint a Moniz-Jenner duó, ami abszolút egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam nektek, én kicsit bulisabbnak tűnik nekem az egész vezetőedzői felállás. Az ő karakter bizonyára ketten tökösebbek, mint a komplett zalai keret, tehát viccet félretéve egyébként, ha megnézzük az Zalaegerszeg keret összetételét, 23,1 év az átlag életkor. Ez egy torony magasan a legfiatalabb keret az etéjé, valószínűleg okkal, tehát ez a Monizról tudjuk, hogy egy nagyon jó motivátor, fiatalokkal nagyon jól bánó, nagyon inspiratív vezetőedző típus, a Jenner valószínűleg hasonlóan ugyanez,
Ugye már említetted Csókát, ő is még abszolút, tehát 21-22 éves fiatalember, azért nála a név is kötelez, hiszen édesapja Csóka Zsolt annó a 2000-es évek elején, a 2002-es bajnok zetének volt a tagja, sőt valamennyire talán ilyen második számú csapatkapitány is volt a Kocsárdi Gergely mellett, tehát az ő hazahozatala, az mondhatni, a nemzeti kötelesség volt az Zalaegerszeg esetében. Nálam még egyik ilyen idézőjeles kedvencem volt Ikoba, aki ugye bár már 2 éve játszott az Eténél, és mindenkinek a közszolatában úgy maradt meg, hogy hát nem a legjobb játékos, viszont rohadt egy a lába, tehát 50-es lábbal rohangál emberünk, úgyhogy arra cipőt találni sok sikert kívánunk a. És nagyon jó sprint sebessége van, és ami a nagy, robusztus magyar védők mellett, ami például az NBA-ben nagyon sokat számít a sebesség. Ő sebességben is nagyon jó. Igen, ez a furcsa, vagyis hát az jó pozitív értelemben véve, hiszen egy Erik Haaland óta, vagy Holland óta tudjuk, hogy annak ellenére, hogy magas egy támadó, mi nem kell lomhának, lassúnak és darabosnak lennie, az Ikoba elvileg ebben ügyes, nem a legtechnikásabb, nem a legképzettebb, de minden esetre aránylag gyors a magassága ellenére, hiszen ő is egy ilyen 1,90 körüli támadó. A másik ilyen érdekesség, és számomra picit ilyen sötét ló kategória, brazil Diego Santos Carioca. Én amúgy szeretem, ha az ilyen brazilok érkeznek. Hát, ha Moniz és brazilok, akkor óhatatlanul is Leonardo-ra gondolunk. Lehet, hogy megtalálta az ifjú Leonardo-ját az Etében, Ricardo Moniz. Én legalábbis szeretnék egy ilyen bátor, technikás, bátran cselező játékos látni az NBA-ben, klubtól függetlenül természetesen. Azért jók a referenciái a fiatal brazilnak, ha jól emlékszek, idézőben csak fehér orosz kupa győztesnek mondhatja magát, kölcsönbe érkezett egy ukrán első osztályú csapattól, úgyhogy én nála számítok egy picit ilyen szempontból egy ilyen meglepetés eredményre, de annak ellenére, hogy, ahogy említetted Norbi, hogy ez egy nagyon fiatal gárda, én sem tudom megmondani, hogy mire lesz az elég. Tehát, hogy ez egy elég lesz a bennmaradáshoz, az, hogy most tényleg idézőben felkorbácsolja a kedélyeket egy Moniz típusú edző, és tényleg tűzbe mennek érte a saját fiai, az lehet, hogy néha egy nagyon-nagyon csúnya pofonba fog kiteljesedni. Bizonyára, mint ahogy eddig Moniztól mindig megszokhattuk, látványos, nagyon magasan letámadó, rengeteget futó csapatot egy klasszikus 4-3-3-as holland iskolával fog ötvözni. Ebbe sokszor az lesz, hogy tényleg az ellenfelet agyonnyomják, és ezáltal értelemszerűen bevisznek 2-3 gólt, de majd lesz olyan, hogy velük szembe fognak egy okos kontrajátékkal akár 2-3-at bevinni. Én megmondom őszintén, végül középmezőnyre tippelném őket, egy ilyen 8. hely talán, és akkor ez egy ilyen, ugyebár 33 mérkőzést játszunk, ilyen szempontból hát a két véglet. Tehát sok győzelem, sok vereség, kevés döntetlen, én ezt várom ettől az Etétől. Én kevésbé vagyok bizakodó az ő jó helyezésükkel, vagy közepes helyezésükkel kapcsolatban, mert szerintem inkább a kieső helyek elkerülésért fognak harcolni, mint egyébként lehet, hogy másik 8 csapat az NBA-ben, ahogy az évről évre szokás. Egy dologban viszont biztos vagyok, hogyha az olasz bajnokságba indulnának a magyar helyett, akkor ugye ezt láttuk múlt héten, hogy hát ott igencsak az élcsapatok között lennének, hiszen a Milánt 3-2-re verték, és azért ha nem is kerítünk olyan nagy feneket ennek a győzelemnek, azért azt gondolom, hogy aki nézte ezt a meccset, az láthatta azt, hogy amit a Moniz ígért, az első fél időben elég jól működött, nekirongyoltak az olaszoknak is, be tudták őket szorítani, lőttek távolról, ha betömörültek, pontrugásaik veszélyesek voltak, stb. Hogy oké, mennyire vette ezt komolyan a Milán, azt nyilván mindenki szerintem tudta, látta, meg kaptak is aztán végül 2 gólt, de az biztos, hogy egy színes, érdekes játékot fognak játszani, ameddig Moniz lesz az edző. Talán ők lesznek az új Paks Bognár Gyurival, ha már ott ugye ez a szakítás megtörtént. Szerintem is sok gólos, izgalmas meccsek lesznek, semleges nézőként szívesen leülhet az ember majd egy sörrel az Eter meccseket nézni. Abszolút igen, és ez a Milán elleni győzelem, ez mindenképpen azt gondolom, hogy mondta Ricardo Moniz, hogy neki az élete meccse volt. Hát nekem nem volt az életem meccse, de minden esetre a Tahiti gólja az egy óriási gól volt, azt nagyon eltalálta. Azt kell mondanom, hogy ez tényleg ez bármelyik világklasszis kapusnak bemegy, annyira szép volt, és annyira jó ütemben volt előbb erővel mindennel, úgyhogy tényleg nagyszerű volt. Én szerintem egyébként ő lesz itt a vezéregyéniség ennek az Zalaegerszegnek, de milyen kapussal együtt, és majd nyilván meglátjuk, hogy a első pár fordulóban hogyan teljesít az Zalaegerszeg, illetve hogy esetleg érkezik-e még játékos, ugye ez a következő átigazolás figyelő részekben majd még kiderül.
Az Aranyérszeget megnéztük, és ugye ők kezdik majd egyébként a nyitó mérkőzést a már korábban beszélt Honvéd csapatával, úgyhogy a Bozsik Arénában indul majd a szezon egyébként pénteken este 8 órától. Ne felejtjétek el majd bekapcsolni a mérkőzéseket, és ugye a videóton is majd pályára fog lépni, erről ugye majd vlogot is fogtok látni itt az oldalvonalon hétfőn este. Megyünk is tovább, és nézzük is a következő csapatunkat, ahol most annyira sok mozgás még mindig nem történt, ellenben a nemzetköziben megszerezték történelmük első győzelmét, hiszen a Kairat Almaty csapatát Aszani gólájával meg tudták verni 1-0-ra kint Kazaksztánban, és ez egy hatalmas esélyt teremtett magának a Kisvárda, hogy a konferencia liga selejtezők harmadik körében is érintett legyen, ez egy óriási dolog szerintem, én nagyon szurkolok nekik, hogy sikerüljön tovább jutni, hiszen ezzel a magyar csapatok koeficiensét is tudják emelni, hiszen jelenleg már a 26. helyre fel tudott jönni a magyar bajnokság, úgyhogy a selejtezőket a 28. helyen kezdtünk, és ha így tudunk teljesíteni, még jobb helyre tudunk előre menni, úgyhogy bízom benne, hogy a Várda tovább fog tudni jutni az Almaty ellen. Ezen felül a játékos mozgások, ugye Preng a távozásán kívül, amit ugye beszéltünk is, hogy Honvédhoz igazolt. Ezen felül igazából egyetlen egy játékos érkezése történt meg az elmúlt időszakban a Kisvárda csapatánál, ő pedig Mário Ilievski, aki a szeptemberi Szófiától érkezett. Számomra teljes homály. Nem tudok róla mit nyilatkozni, én nézegettem, próbáltam találni róla valami anyagot, én őszinte leszek, nem nagyon találtam. Nem tudom, hogy szerintetek ő tud segíteni a Várdának, vagy az, hogy az a poszt, amin ő játszik, az mennyire volt most fontos betölteni a Kisvárdánál? Hát hosszú távon lehet egy jó befektetés értelemszerűen. Valamiért mostanában nem csak az Alaegerszeg, ugye az egész liga kicsit rákapott ezekre az észak-macedón labdarúgókra. Azt hiszem, hogy a ligában azért van még rajta kívül jó pár. Annyit azért elárulhatok a Mário Ilievskiről, hogy ugyanaz az ügynöke, mint Yashir Asszáninak, tehát azért ilyen szempontból egy kézenfogható döntés volt. Ennek ellenére én a jövőben látom, mint potenciális kihívója Messanovicsnak, tehát mindenképpen. A fiatalember egyébként a bolgár másodosztályba szerzett jó pár találatot, de egyelőre még tényleg valami keveset tudunk róla. Az azért látszott a Kisvárdán, hogy a védelemben a két meghatározó Lazar Csirkovics és Erdi Prenge ugyebár távozott. Azért valljuk be, ők a liga a két egyik legjobb hátvédje, vagy mindenképpen az egyik legjobb hátvéd dúója közé volt sorolható, és a helyükre érkezett szintén két rutinos középső hátvéd, mármint légiósok tekintetében, hazai szinten is igazoltak, tehát ilyen szempontból akár csak így egy gondolat erejéig Széles Imrét érdemes megemlíteni, aki akár inkább ilyen kiegészítő szerepet láthat el. Megmondom őszintén, én várok némi visszaesést, tehát az ezüstérem az nem realitás, azt gondolom, sőt ebben az évben akár a Bumba kiválásával, de ugye az egész, ahogy így említettétek, hogy nem sikerült pótolni a távozókat, minőségben legalábbis egyenlőre úgy fest, hogy nem. Én egy ilyen negyedik, ötödik helyet vizionálok a Kisvárda csapatának. Az Almaty ellen is látszott, hogy erősen kontrákra játszanak végig, tehát labdaszerzésből gyors ellentámadás. Erre tökéletes az Asszáni, a Navratil, vagy éppenséggel a Kamá is, és akkor emellett még ott van középen a Messanovic, aki azért fejjel lábbal is egyaránt veszélyes. Itt mondjuk egy-egy sérülés esetén lesznek nagy kérdőjelek, gondolok itt akár például a Messanovic esetében, illetve mindig az a hír járta, hogy az Asszáni picit többre predesztinálja saját magát, mint ami, és azért Bumba mellett ő volt az a másik játékos, aki picit nehezebben volt kezelhető, úgyhogy ő már régóta vágyott el, és hát mit ad Isten, az első nemzetközi gólját csereként beállva, gyakorlatilag a beállását követően pár percre rá Yashir Asszáni szerezte a Kisvárdának, látszik, hogy minőségi játékos az albán hazai szinten, de hogy tényleg őt is sérülések, vagy éppensége hangulati ingadozás mennyire fogja befolyásolni, ezt meg nem mondom. Én számítok visszaesésre, az igazolásokban annyira nem mozogtak sokat, érthető módon jó a csapat, jó a keret, de nagyon rövid a kispad, és ott egyáltalán nem hordoz magában minőséget a cserék. Ez hosszú távon a szezon második felébe jókora kockázatot hordoz magába, azt gondolom. Két gondolatom van a Kisvárdával kapcsolatban. Az egyik az, hogy most láttuk először ezt a kis román-magyar kapust, ugye a Hindrich Otto Hindrichet, akiről sokat írt a sajtó, hogy akkor ő magyar válogatott lesz,
román válogatott félreértették, ő román válogatottak ellen, stb. Annyit tudtunk róla, hogy egy, valószínűleg a fiatal szabály miatt hozták ide, de jó kapus. Most szerintem ezt most ő bizonyította az első konferenciálega meccsen, szerintem nem tök meggyőző. Nem ő védett, Odinson volt a kapus. Bocsánat, akkor a sztori elejét vágjátok le, viszont a kapus poszton úgy néz ki, hogy a Kisvárda rendben lesz, magabiztos lesz. Megzavartak itt az O betűs nevek engem is. A másik viszont az az, amiről biztos ti is olvastatok, egy pár hónappal ezelőtti interjú, mikor még Révész Attila azt mondta, hogy ők nagyon durván sok energiát fektetnek a játékos megfigyelésbe, és hozzájuk csak olyan személyiségű és csak olyan sokszínű rostán átmenő játékos kerülhetett ide, tehát már a meglévő keretnek a tagja, akik jók. És én is azt gondolom, hogy most így elvitték a posztonként talán a legjobb játékosokat a Kisvárdából, de a posztonkénti második sorból olyan játékosok fognak előrelépni, akiben mi lehet, hogy még nem láttuk, meg nem hisztük el, hogy van potenciál, de a menedzsment ott Kisvárdán meg tudja, hogy nem véletlenül hozták ők ide ezeket az embereket régebben. 29 fős most a Kisvárda kerete, tehát egyébként darabra megvannak szerintem. Simán lehet, hogy ahogy láttuk most is, ugye az aztán itt illetve a többi játékos, akár az Ötvös Bence, aki játszott, de nem játszott a végig a meccseket, ezek az emberek majd előrelépnek, és nagyon nem kell külső segítséget hozni új játékosok személyében, mert a keret képes lehet rá. Szerintem is vissza fognak esni egyébként a középmezőny, 5., 6., 7. helyén végeznek majd, nem hiszem, hogy olyan túl nagy húzó nevet ők most igazolnának. Én is egyetértek veletek, egyébként Odinczov is jól védett, meglepően jól hozta a kapus posztot. Én azt hiszem, hogy most a Kisvárdának két nagyszerű kapus van, képességekben mindenképpen. És hát abszolút azt látom a Kisvárdánál, felfedeztem, meg úgy láttam ezen a mérkőzésen. Ahhoz képest, hogy Révész Attila azt mondta, hogy ő visszavonul, ő már nem nagyon fog semmit csinálni. Hát azért ott volt a csapattal, és együtt ünnepelt velük, tehát azért ő átérezte ennek a sikernek az ízét, úgyhogy ezután gratulálok neki. Ezt meg tudjuk érteni, hiszen tudjuk, hogy mi vagyunk erre a legjobb példa, hogy a magyar foci az olyan, mint a drog, tehát egyszerűen nem tudsz róla lejönni. Igaz, hogy ő a butit és nyomorba dönt, de azért még mindig a miénk. És ezért egyébként ezután is gratulálok neki, mert tényleg összerakta ezt a csapatot, és megcsinálta, hogy az első meccset behúzták. Függetlenül, hogy az Almátinál most milyen anyagi és tulajdonosbeli problémák vannak, de senkit nem érdekel, mindenki csak az emlékezni csak az eredményre fog. Ellenben a Paksnál nem tudom, hogy milyen eredményre fogunk emlékezni az idei szezon végén majd. Egyre biztos, Ádám Martin eltávozott most már biztosan, és áttette székhelyét a dél-koreai Ulsan Hyundai csapatához. Márkó Rosszi szövetségi kapitánnyal egyeztetve tette meg mindezt, ami azt gondolom, hogy egyébként egy jó dolog, hiszen így a válogatottban is valószínűleg fixen fogja kapni a behívót, ha lövi a gólokat, úgyhogy neki nagyon sok sikert kívánok ott. De viszont van itt egy érdekes transfer a Böle Lukácson kívül, akit ugye a Honvédtól hozott el, vagy érkezett a Honvédtól ugye Paksra Böle Lukács. Rajta kívül van még egy érdekes transfer, a korábbi válogatott védő és elég magabiztos védőnek elképzelt Kádár Tamás, aki ugye Újpestről tette át a székhelyét, méghozzá úgy, hogy hát azért Újpesten sok-sót nem evett meg. Hát nem. Abszolút. Sanyi, akkor így első körben neked passzolom a szót. Igen, mint Újpest van. Utána meg ráküzdöm a saját gondolataimat. Jó, én azt olvastam a Kádárról, ez a Kruscsicsnak, az edzőnknek a nyilatkozata volt az elmúlt napokból, hogy szakmailag egyáltalán nem volt vele problémája, tehát ő egy jó focistának tartotta, én el tudom képzelni, hogy egyeztettek is vele még annó februárban az érkezéséről, viszont ugye volt egy edzésen ugye pletykákra tudunk alapozni, egy csúnya összeveszése ott a Kasszvertival kapcsolatban így odaszólt, és ez az edzőnek nem tetszett, azán az edzőnek is visszaszólt, és az edzőnk le is nyilatkozta, hogy ő emberileg hozzáállásban nem volt elégedett velem, mert nála egy játékos ilyet nem tehet meg, ezért ugye leküldték a Tarcsikhoz, ott az NB3-ban pár kisebb sérülés miatt kihagyott meccseket, de végigjátszott, és most én azt hittem, és örültem is neki, hogy jó pedagógiai érzékkel, vége a szezonnak, új szezon, új esélyek, visszavesszük a keretbe, vissza is vette a Kruscsics, játszatta is edzőmeccsen, viszont azt nyilatkozta, hogy úgy döntöttek, hogy majd ott a Martin Kuszk, a Diaby és a Csongvai fog játszani védőként, tehát valószínűleg a Csongvait nem középpályásként, hanem majd védőként játszatja az Újpest, és hogy éppen ezért
nem akarunk Kádárra hosszabbítani, holott egyébként volt olyan terv, hogy akkor hosszabbítsunk, és érdekes, hogy erre a Kádár is hajlott volna. Tehát, hogy ilyen a Kurta furcsán indult, Kurta furcsán lett ennek vége, gyorsan talált csapatot egyébként Tamás. Szerintem vele kapcsolatban minden szurkolónak egyébként az a ott van benne a kérdő, hogy ismeri a képességeit, láttuk éveken keresztül magas szinten teljesíteni, meg tehát öregedett-e annyit, lassult-e annyit, komolyan veszi ő még annyira az NB1-et, mint kezdetben a válogatottat, mert azért ott is láttuk, hogy és Rossi is nyilatkozta, hogy voltak már hozzáállásbeli problémáik. Én egyébként a Tamással személyesen is találkoztam még a 2016-os EB után egy párszor közös házi buli, és hasonlók dumáltam vele sokat, szerintem egy tök jó arc, de ő egy makacsrác, ezt akkor is láttam, meg mindenkitől ezt hallom, tehát hogy nem lepődtem meg ezeken a reakciókon, én szurkolok neki, bár tényleg Újpesten sokat sajnos nem volt lehetőséget tenni a csapatért. Én a magam részéről annak ellenére, hogy Kádár Tamásnak sok sikert kívánok, hiszen azért még nincs abban a korban, hogy levezessen, bár azért vajukban válogatottban így visszatérni már nem olyan könnyű, nem lehetetlen természetesen, de azért jócskán vannak előtte. Én a Paksról csak annyi jutott első körben eszembe, felejtsünk el mindent, amit eddig a Paksról tudtunk. Tehát, hogy amit Bognár György képviselt, annak most nem bántásként, de szöges ellentérte Walter Robert ilyen szempontból, és hát neki pont az Alágerszegnél, ha visszaemlékeztek, volt egy, mindig vannak rutinos játékosai. És a Paksnál tudtuk, hogy az előző években Bognár György által is, meg a játékos keret minősége alapján is, a védelem egy komplett átjáróház. És Walter Robertnél meg pont az ellentét szokott megvalósulni, ott első körben azt rakta rendben, ebből kifolyólag kevés gólt kapott az Ete, igazából a szezon második felében, a távozását megelőző időszakban, az elején azért nagyon döcögősen indult, hasonlóra számítok a Paks esetében is, viszont gólparádéra nem számítok. Olyan szintű, mint Bognár Györgynél lehetetlen, hiszen azért ott 33 mérkőzésen jött össze, azt hiszem 75 gól, tehát ez egy brutális mennyiség, hazai szinten, sőt, még nemzetközi szinten is egy kiemelkedő teljesítmény. Hát Walter Robertnél ez jóval visszafogottabb, viszont a védelmet biztos rendbe fogja rakni, és ahogy az Etéhez hasonlóan én egy kontrajátékot képzelek el egy klasszikus 4-2-3-1-ben, valószínűleg pont a támadások éke az Varga Barnabás lesz, hogy ilyen szempontból, hogy szélen kik lesznek azok a személyek, akik ki fogják tudni segíteni, az már számomra egy nagy kérdőjel. Bőle Lukács lehet az egyik, de azért már az ő esetében is egy 32 éves játékosról beszélünk. Amúgy, ha jól emlékszek, tök érdekes, hogy Waltner hiába volt az Eténél, meg Bőle is hiába volt egy jó korszaka, az Eténél sose dolgoztak együtt, tehát most dolgoznak először együtt, és hát milyen érdekes, hogy Kádár Tamás viszont Zalaegerszeg nevelés. Tehát úgy látszik, hogy valamilyen szinten ezek a zalai fiatal emberek így egymásra találnak bizonyára okkal. Nálam itt nagyon nagy kérdés, hogy a támadójáték mennyire lesz döcögős a Paks esetében. Ennek ellenére azért egy stabil védekezés és egy középmezőnyre számítok tőlük, de a szórakoztató játék az nem itt fog kezdődni. De ha szórakoztató játékot akartok, akkor tudjátok, hova kell menni, Varnár megmondta. Irány a Hungária körút, ott lehet látni a bognári focit újra. Tehát MB2-ben egyébként számomra nem tudom, nekem valahogy nincs jó érzésem ezzel a Walter Paks házassággal. Én szerintem, mint a hétvégén például a videóton is itt, szerintem itt egy nagy arányú győzelmet is elérhet most a Paks ellen. Valahogy függetlenül, hogy az előszezonban a Paks volt az egyik legjobban teljesítő csapat, de valahogy én úgy érzem, hogy a puding próbálja az evésnél most a puding nem lesz annyira jó. És ezt nem azért mondom, mert én nem szeretnék minden jót kívánni Walter Robertnek, és bízni abban, hogy megállja a helyét. De valahogy úgy érzem, hogy ez a keret ez nem arra a focira van, amit ő akar. És itt még nagyon komoly változásoknak kéne történnie, még több játékos kéne igazolni, többnek el kéne mennie, mert ez a csapati mindig inkább Bognár féle támadó focira van struktúrálva, nem pedig a védekező kontrajátékra, úgyhogy mindenképpen egy érdekes feladvány lesz a Paks. Még az is előfordul, hogy a Paks a szezon vége fele még talán bajba is lehet a végén. Még az is előfordul. Hogy meglátjuk, hogy ez be fog-e következni. Most viszont átugrunk a Váli völgybe, irány Felcsút, hiszen a Felcsút csapata, vagy a Puskás Akadémia szintén volt igazolás. Legső és legfontosabb, hogy Záhedit újabb egyére sikerült kölcsönvenniük, ami azt gondolom, hogy a felcsúti csapatnak mindenképpen fontos a támadó posztra való igazolása, hiszen hát mondjuk ki az elmúlt időszakban eléggé gólszegény a játék, amit produkál
a Puskás Akadémia, de ezen felül még volt igazából, főleg, ha jól emlékszem rá, Pletyka még hozzá Kleinheiser Lászlóval kapcsolatban, hogy ő eszékről átteheti a székhelyét Felcsútra. Hát ez nem fog bekövetkezni, ezt már több helyről is megerősítették, hogy Kleinheiser László maradni fog a jelenlegi, vagyis az NK Osijek csapatánál, ahol viszont ugye a csapata a nemzetközi porondon továbbjutásra áll, és van valószínűsége tovább is fog jutni a kazak ellenfele ellen, ellenben a Puskás Akadémiának kisebb csodára lenne szüksége majd a Gimára is ellen, de ezt is fogjátok majd látni méghozzá pénteken este 19 órától, amikor is érkezik majd az oldalvonal vlog a Felcsút és a Puskás Akadémia és a Vitória SC Gimára is mérkőzéséről. Úgyhogy nagyon sok mindenről most nem is kell beszélnünk a Felcsút kapcsán, mert igazából sok változás nem is történt, ezt az egyet leszámítva, hogy Záhedit sikerült megtartaniuk. Ellenben, de viszont amiért főleg itt van ma Sanyi, az pedig az Újpest, hiszen az Újpestnél voltak változások, méghozzá nem is annyira sok, de viszont annál érdekesebbek ezek a változások. Sanyi, hogy állunk most Újpesten, hogy néz ki a helyzet? Újabb nehéz év elé néznek a fehérek? Hát abban biztos vagyok, hogy nem lesz könnyű évünk, és még az elmúlt éveink sem voltak könnyűek, ez még lehet, hogy annál is nehezebb lesz, ugye a meghiúsult tulajdonváltás miatt mi szurkolók egy állammal kevesebbel vagyunk, a csapat meg a minőségi igazolásokkal húzott kevesebbet. Ami nagyon érdekes, hogy volt egy Szent Lőrinc elleni felkészülési meccsünk szombaton, ez a főpróbája volt a bajnokságnak, tehát nem játszunk már ezen a héten értelemszerűen felkészülési meccset, és sem a Talló, sem a Koné nem volt a keretben, és ma kijött hír az edzésről, fotókkal, stb. Végigpörgettem 15 fotót, a Konét és a Tallót egyiképpen sem látom. A Konét kevésbé sajnálnám, a Tallót annál inkább. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy egyébként ők nincsenek a keretben, mert simán lehet, hogy csak nem közöltek nekünk információkat, és nem tudom, betegek, vagy pihennek, fáradtak, stb. A Tallóért nagy kár lenne, főleg azért, mert az egyszem használható, bevethető csatárunk elől, így, hogy ugye az Ivzivadze és a mellette a Beridze is támadót játszottak, a Kroazé ugye sérült, valószínűleg az egész őszi szezont kihagyja, és örülhetünk, ha a tavaszal én a csapat rendelkezésére áll. Úgyhogy hát kicsit búskomor volt így ezzel kapcsolatban a hetem, viszont friss hírek, annyira friss, hogy az elmúlt egy-két órában érkeztek, ugye ma szerda délután van. Az első az az, hogy Csobot Kevin, a Videotontól Szegedre kölcsönadott játékos, ugye 20 éves utánpótlás válogatott, ő volt tudjátok a Benficában, fiatalom, és itt Magyarországon is egyébként egész biztatóan tért vissza a tavalyi évbe. Norbira kifejezetten emlékszem, hogy a Sopronnak lőtt kupameccsen nagyon tetszett a játéka, szóval úgy néz ki, hogy már csak orvosi vizsgálat van hátra, és az Újpesthez jön. Vele azért mindenképpen szélesedhet a támadó repertoárunk. Nyilván kérdés az az, hogy egy Szegedben alapembernek számító játékos, aki 14 meccsen azt hiszem 5 gól, 3 gólpasszal fejezte be a tavaszi szezont, ő mennyire lenne azonnali segítség nekünk, és mennyire lenne mondjuk fixen a kezdő csapat tagja. Számomra azért ez kérdés, és ő ugye jellemzően szélsőt játszik, ott darabra egyébként meg vagyunk. És még egy új játékosunk érkezett, bocsássatok meg, hogy ezt puskázok, mert egy Zambiában született, de svéd utánpótlás válogatott, Jack Lane Lanne, nem tudom pontosan a kiejteni nevét. Lanne, oké. Okay. Ő egy színesbőrű srác egyébként, aki támadó, ráadásul center, mindezt egyébként úgy center, hogy 178 centi magas, tehát azért nem az a robosztus center, akit mi elképzelünk szerintem, ha ez a szó eszünkbe jut. Viszont nála az a nagyon érdekes, hogy a francia országban 2019-ben 2 millió eurót fizettek az ő játékjogáért, tehát akkor, ha most ő 20 éves, akkor az ő 18 év körül lehetett, és nagy reménységnek számított. A francia Amin csapata igazolta le ennyi pénzért, aztán elkezdték... Köszönöm szépen, a francián mindig is gyenge volt. Szóval, hogy ő óriási tehetségnek tűnt akkor, néztem most gyorsan egy pár gólt tőle, mert azért itt-ott rugdosgatott, nem egy azért nagyon, tehát nagyon sok gólja azért nincs a srácnak, és utána egyre többet adták kölcsön, tehát lehet, hogy túl nagy ígéret, aki nem váltotta be a reményeket, hát ha majd nálunk, mivel támadó és arra most pont szükségünk van, bevethető lesz.
Egyébként pedig az a koncepcióm és a tapasztalatom az elmúlt évekből, hogy a belga mindig az átadozási szezon utolsó részében igazol Szerbiából vagy Afrikából, tehát ha nem leszünk meg darabra, akkor ő feltölti a keretet. Most egyébként az Újpest kerete a legszűkebb, összesen van 25 hadra fogható játékosunk, abból 3 kapus, tehát hogy biztos, hogy darabra is kellenek játékosok. Reméljük azért a középmezőnyt így is meg fogjuk tudni célozni. És még egy dolog, hogy egy nagy nyeressége már van a csapatnak, ugyanis az Újpest Ultrász az kinyilatkoztatta egy pár nappal ezelőtt, hogy bár a belga maradt, de a címer ugye megváltozott, és visszakaptuk a tradicionális címerünket, és ők ezt az utóbbit annyira fontos dolognak tartják, hogy egész évben a csapat mellett lesznek, nagyon nehéz szezonra számítanak, de tudják, hogy pontot pontokat jelent, hogyha a tábor ott van a csapat mögött, úgyhogy számomra is nagyon szimpatikus módon ők itt most írásban is kinyilatkozták, hogy végig ott lesznek a csapat mögött, ott leszek én, és aztán bízunk benne, hogy valahol befutunk így a középmezőny elején, ahogy minden évben szoktunk. Sok sikert tudok én is csak kívánni az Újpestnek, tényleg ha a szezon, vagy az átigazolási szezon végeztével még sikerül egy pár nevet behúzni, akkor azt gondolom, hogy rendben lehet ez a csapat. Hát nézegettem én is Jack Laney karrierjét. Az Avian, ahogy mondtad, megvette már egy 3 éve lassan, azóta 6 klubhoz adta kölcsön, tehát nem biztos, hogy egy könnyű fiatal emberről van szó, viszont ez beszédes, hogy a svéd korosztályos válogatottat meg végigjátszotta emberünk, tehát így minden gólokat is sugott benne. Igen. Tehát gólokat is szerzett, tehát úgy látszik, hogy otthon azért nem érzi annyira rossz magát, bár érdekes, a svéd első osztályban se ontott a gólokat, úgyhogy kíváncsi leszek, én már azt így előre látatlanba borítékolom, hogy már jobb, mint a Morricone. Tehát ennek ellenére, hogy én láttam az elefántcsontparti fiatalembert, és nem láttam a svéd úriembert, már mondom, hogy jobb lehet, sőt, biztos, hogy már jobb. Meglátjuk. Én szerintem Ádám egyébként nem lő sokkal mellé, meglátjuk nyilván, hogy hogy alakul. Viszont egy érdekes pletyka is kering az elmúlt napokban, egyre erősebben lehet ezt hallani, hogy hát azért nektek kedvenc játékosok, Vincent Onovo lehet, hogy távozik. Nem tudom, hogy ennek van-e realitása, itt egy dél-afrikai csapatról, a Mamelodi Sundownsról van szó, ugye hogy eléggé nagy nemű csapatnak szállít, ugye az afrikai, számít az afrikai kontinensen. Elképzelhető, hogy eladjátok? Hát meglepne, hogyha ez megtörténne. Jó pénzért a belga szeret játékosokat értékesíteni. Nem igazán figyelt eddig arra, hogy mi szurkolók, kiket kedvelünk. A Beridzét ugyanúgy eladta. Sőt, hát ugye hogy ingyen is ment ráadásul. Tehát, hogy szerintem elvihetik, viszont ugye őt most hosszabbítottuk meg, vagyis bocsánat, most szerződtettük vissza, mert eddig kölcsönben volt Dániából itt nálunk. Tehát, hogy érdekes lenne, hogy szerződtetjük hosszú távon, számolunk vele, majd mégis elmegy. Egy dolgot tudok elképzelni, hogy az Onovo újra szerződtetésének bejelentésekor, az már egy jó pár hete volt, akkor szerintem még volt remény arra, hogy itt tulajdonosváltás jóval jobban megerősített csapatról lesz szó. Ő ezt elhitte, és szembesült azzal, hogy valószínűleg megint itt a középmezőny, vagy a kiesés elkerülésé lesz a cél, és akkor ő is elgondolkodhat egy jobb ajánlaton. Én örülnék, hogyha ő maradna, ő a középpályánk motorja, tehát egyértelműen gyengülnénk vele. Viszont úgy emlékszek, van egy olyan FIFA szabály, hogy egy naptári éven belül maximum kétszer válthat klubot, talán, de háromszor biztos, hogy nem. Kétszer, úgyhogy szerintem Onovo így biztos maradni fog. Bár érdekes, mert a Bumál is hasonló típusú védekező középpályás. Igaz, hogy nekem az Onovo játéka meggyőzőbb volt, mint a Peter Bumálé. Érdekes minden esetre. Igaz, a Luka Mack lenne a helyettese, ahogy volt is abban a fél évben, mikor kölcsönben Dániában játszott az Onovo, jó kezdett, de aztán visszaesett a teljesítménye. Bumál inkább ilyen osztogatóbb, ő azért teszi a labdákat, Onovo, hát ha már megnézitek, nyilván a fizikumát is, ő ütközik, megy át mindenkin, szerel, és passzolja tovább a labdát, a Bumál indítgat. Hát nem tudom, szurkolok nagyon a csapatomért, mindenek ellenére én azt gondolom, és ez egy jó megérzés van bennem, hogy szombaton a Mezőkövesd ellen győzelemmel kezdjük a szezont, és ezzel elfeledtek minden problémát velünk. Minden esetre sok sikert kívánunk az Újpestnek a szezon kezdethez, szombaton este fogjátok látni majd ezt a mérkőzést. Ami viszont fontos, és megyünk tovább, hiszen már úgymond csak a két relatív jelenleg nézve, keretértéket nézve a két legértékesebb csapat maradt hátra, a Videóton és a Ferencváros, elsőként a Videótonnal fogjuk kezdeni, de a Videótonnál is zajlik az élet, ugye jelenleg 3 új igazolt játékos van, Nikola Serapimov, mellette Claudio Bumba,
illetve nem utolsó sorban Péter Pokorni, aki pedig a Real Sociedad B csapatától érkezett, ugye Bumba már korábban is említettük, hogy a Kisvárdától érkezett ingyen, valamint Nikola Serafimov egy játékos csere keretében 400 000 euró ráfizetés mellett Szendreit adtuk az Alegerszegnek, és kaptuk Nikola Serafimovot, aki egyébként 3 évre írt alá az a Videotonnál. Én azt hiszem mindenképpen jó igazolás, már láttuk is játszani, szerintem jól mozgott, jól testett a Gabala SC ellen a Konferencia Liga mérkőzésen, emellett pedig a múltkori műsorban mondtam, hogy hát azért relatív jó nagy tétel lehet fogadni azt, hogy Stopira és Fiola maradni fog, mind a ketten maradtak. Még Stopira 1 évre, Fiola Attila 2 évre írt alá a Videotonnál, és Fiola Attila lett az új csapatkapitányuk mindegyiküknek. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Videotonos karrierjükhöz, és majd nyilván találkozunk a mérkőzéseken is. Emellett, és nem utolsó sorban, amit ti is említettetek, voltak távozók a Vidinél. Ugye Kovácsik Ádámot kölcsönadta a Videoton 1 évre a Győri Eto csapatának. Emellett nagy valószínűséggel Kovács István, vagyis Kiskokó is távozik a Győri Etóhoz, ő viszont véglegesen, nem számolnak már vele a Videotonnál, nagyon úgy tűnik az elmúlt időszak alapján. Emellett még, ami fontos a Vidinél, és szerintem mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy Zsóri Dániel az MTK-hoz szerződött, őt is úgymond eladtuk, ha jól tudom, az összeget nem hozták nyilvánosságra, de 3 évre írt alá ő is az MTK-nál, neki is sok sikert kívánok a jövendőbeli karrierjéhez a Hungária körúton. Ugye, és emellett, ami még a mai hír lesz, vagy hát valószínűleg eddig ez a vlog kijön, már valószínűleg klub is be fogja jelenteni, de Rus Adrián elhagyta a Videotont, és Pízába szerződött, ahol fizetésének majdnem a háromszorosát fogja keresni. A vétel árat valóban 750 kötőjel 1 millió euró közé teszik az olasz oldalak, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi lesz ebből az igaz. Minden esetre én nagyon szomorú vagyok, hogy Rus Adriánt elvesztette a csapat, viszont minden jót kívánok neki olaszországi pályafutásához, és sok sikert kívánok neki, hogy akár jövőre már a Széria A-ban is tudjanak játszani, és ha sikerül feljutni, akkor az olasz top bajnokságban is szerepelt, ami egyébként a karrierje szempontjából összejönne mindenképpen előrelépés számára. Egyébként már ott is sejtettem, hogy Rus valószínűleg távozni fog a pletykák ellenére is, vagyis hát pletykák hallatta után, hogy a mai utazós képeken nem véltem itt felfedezni, ez is egy úgymond jelzésértékű volt, hogy ő már nincs ott a csapattal. Hát ez van, Rus Adrián távozott, ellenben még mellett egy a Csobot Kevint már előbb említettük, hogy szintén pletyka szinten már terjenk, hogy már nem a Videotonban marad a jövő, nem ő a jövő embere, mondjuk úgy. És emellett Budu Zivzivadzére is van megkeresés, ha jól értesültem, Németországból, de pontos csapatot nem tudok, annyit tudok, hogy ez egy elvileg, ez egy Bundesliga 2-es csapat, de nem tudom melyik, és összegben még nem tudtak egyáltalán megállapodni a csapatok, de egyelőre ezt is csak olvastam, hallottam, zuhanyiradóban mondták, meglátjuk, hogy Zivzivadze tagja lesz augusztus 31-én a Videotonnak. Minden esetre biztos, hogy a Vidinek kell majd igazolni a támadót, mert azt hiszem, hogy jelenleg támadó poszton eléggé vékony, főleg középső támadó középpályás, a középső csatár pozícióban rettentő vékony a Videotonnak a padja, de mindenképpen kell még egy játékos legalább, de inkább kettő. Ellenben hátul a védelemben én úgy hiszem, hogy megvagyunk, főleg, hogyha ezt az ötvédős szerkezetet elfelejtjük, és átállunk egy 4-4-2-re, ami szerintem sokkal jobb lenne a Vidinek, akkor alapvetően minden posztra majd, hogy nem két embere van a Videotonnak, ami abszolút azt gondolom, hogy rendben van. Kapus poszton úgy néz ki, nem lesz változás. Volt róla szó egyébként, hogy fiatal magyar tehetséges kapust igazolunk külföldről, de végül nem jön hozzánk. Megkapta az első számú lehetőséget az adott csapatnak az egyik csapatában, így ő nem jön hozzánk. Ellenben ugye a két kapusunk maradt, meglátjuk, hogy esetleg rájuk hoznak egy harmadikat, de én nem vélek erre fölfedezni komolyabb, hogy is mondjam, egy bizonyítékot az elmúlt időszakban. Ellenben ugye Rias úr is visszatért a csapathoz, neki a regenerációja nagyszerűen halad, valószínűleg augusztus végén már számolhatnak vele, illetve emellett még Emil Rockov is visszatért, jelenleg a második számú kapusunk, de úgy hallottam, hogy nagyon komoly edzésmunkát végez, úgyhogy nem lennék meglepő, hogyha bajnoki nyitányon ő lenne a kezdő kapusunk, hiszen a nemzetköziben fog szerintem Kovács védeni, és az elején felosztják egymás között a mérkőzéseket. Nyilván ez csak én mondom, aztán majd kiderült, hogy is lesz. De még a Videotonnal kapcsolatban érdekel a ti véleményetek is, hogy mit látok, merre van a Videoton átigazolási politikája, vagy inkább a Vidi ráment arra, hogy az eddig meglévő játékosokból végre összegyúrnak egy jó csapatot, mert azért mondjuk ki, azért posztra nézve nincsenek olyan rossz játékosai ennek a Videotonnak.
Hát szerintem visszafogott volt ez a fajta igazolási politika a videótól részéről. Voltak persze jövések, menések, itt akár a Bumba esetében meg kell, hogy említsük, vagy éppenséggel nagy nem meglepetés volt, itt Zizi Vádze visszahozatala, aki saját maga is lenyilatkozta, hogy hát nem feltétlenül szeretnő minden áron videótól mezbe kifutni ősszel a gyepre. Hát úgy látszik Norbi, hogy ez be is igazolódik, és távozni fog a georgiai támadó. Ilyen szempontból itt valószínűleg a menedzsment, vagy az ő menedzseri irodájának a kommunikációja se volt túl erős. Erre a legjobb példa például ez a menedzsment irodához tartozik, vagy menedzseri irodához tartozik, a Lásad Dvali is, és ott is elvileg egy olyan nyilatkozat volt, hogy Dvali nem akar távozni a Ferencvároshoz, hát azóta már szabadon igazolható emberünk. Ennek ellenére a videótont én stabilabb második helyre várom, jelenleg több potenciált, nem csak az átigazolások miatt, hanem a Boris által nyújtott játék a tavaszi szezonban annak az alapjai jól lelettek rakva. Ha ezek a kisebb hullámvölgyek, ami például a Gabala első fél idejében volt látható, azokat sikerül kiküszöbölni, ezek a kis védelmi eltolódások, nem megfelelően visszazáró védelem kontrák esetében, ha ezeket sikerül kijavítani, akkor nem is azt mondom, hogy méltó kihívója lesz a Ferencvárosnak, de meccset fog tudni lehet nyerni, a háromból értelemszerűen egyet szerintem mindenképpen fog tudni nyerni a Vidi, és emellett azért egy stabil második helyre számítok, leginkább azért is, mert a felcsutott per pillanat nem érzem ilyen erősnek, a videóton kerete szerintem minőségibb, érdekesebb lehet, ha esetleg Kodró megsérül, akkor milyen alternatíva jöhet számításba, ha Zizi Vádze távozik, ez egy izgalmas kérdés. Az átigazolásoknál én olyan szempontból örülök, hogy nem volt teljes keretcsere. Tehát Boris eleve nem is az a típusú edző, aki jön, és akkor kicseréli az egész keretet. Én mindig üdvözítem az ilyen edzői hozzáállást, úgyhogy én egy stabil második helyre számítok a videóton esetében. Szerintem a két legnagyobb nyereménye ebben az őszi szezonban a Vidinek, az Dárdai Palkó, és az a Kodró, aki az őszi formáját hozza. Amit Kodrótól láttam a második góljában, szerintem klasszis csatár teljesítmény volt. Éppen Horvátországba fröccsöztünk a haverommal, és telón néztük a meccset, és így mind a kettőnek írt, hogy na jó, hát ez sem. Ismétlésnél még egyszer, hogy azt a kurva. Tehát, hogy szerintem ők nagyon jók lesznek. Most a Dárdai ugye élvezi a Boris bizalmát, pont ma jelent meg tőle egy nyilatkozott a Sportban, ahol írta is, hogy 10 gólos és 10 gólpassz feletti szezont vár magától, és szerintem egyébként ismerve az ő képességeit ez benne lehet. Az engem meglepett, hogy Serafimov egyből kezdőben találta magát, mert ő egyébként egy jó játékosnak van elkönyvelve nálam, de az a tavaly tavaszi, tehát az elmúlt befejező szezonban ő szerintem nagyon beleszürkült ebbe az etébe, és az ete is nagyon rosszul szerepelt. Ehhez képest ugye rögtön kezdett, és egyébként át tudom képzelni, hogy ő bent ragad. Ja, a Pokornira szerintem mindenki kíváncsi, nem csak én, hanem biztosan ti is, és arra is, hogy a Bumba, aki kis császár volt a Kisvárdán, majd hogy fog egy ilyen nagy klubban a Vidin elhelytelni. Izgalmas szerintem már most a kerete a Vidinek. Én szerintem egyébként idén meglepetést okozhatnak a bajnokságban is, lehet, hogy végre nem sorozatban egymás után több éven keresztül a Fradi lesz a bajnok. Én egy kicsit ennek nyilván szurkolok is, meglátjuk. Lehet, hogy érkeznek meg játékosok, de szerintem az a keret már most is készen van egy nagyobb cél elérése. És még egy gondolatot engedjetek meg. Én azért már látom a különbséget Rus és Serafimov között. Szerintem Serafimovban sokkal több potenciál van, nem csak a kora miatt, játékában, feljátékában, akár szögleteknél történő érkezésében engem már jobban meggyőzött, mint a román védő. Emellett nekem egy ilyen idézőjeles személyes kívánságom Mihály Borisszal szemben, hogy az Urit építse fel, mert azért az a srác az azért annak ellenére, hogy Vasárgyal együtt 30 kiló, és ha egy erősebben ráfújnak, eltörik a gerince, mindezek ellenére egy baromi ügyes, labdabiztos, technikás, baromira jól lát a pályán, és azért tudjuk nagyon, hogy Boris pont azért, hogy utánpótlás edző volt, ő tud az ilyen tehetségekkel bánni. Én egyelőre nehezen képzelem el ebben a Vidiben, hiszen azért ez egy klasszikus, némiképp német iskolára hajazó, magas pressingű csapat kilátását vizionálja. Egy Urit ilyen szempontból nehezen tudom elképzelni, de bízom benne, hogy őt sikerül valahogy beépíteni.
Abszolút, és ugye úgy ne felejtsük el, hogy ballábas játékos, ami egyébként egy eléggé hiány pozíció a mai modern labdarúgásban. És igen, én is örülnék, hogyha amit mondasz, Sanyi, az bekövetkezne, hogy esetleg trónfosztás lenne a szezon végén, de én nem megyek ennyire távolra, és inkább le is szűkítem egy kérdésre, és érdekel a véleményetek. Szerintetek a Videoton jellegű kerete alkalmas-e arra, hogy az Európa konferencia csoportkörébe bejusson? Egy igen-ne vagy egy nem-ne válaszoljatok. Igen. Igen. Bízunk a legjobbakba. Ugye augusztus 1-én sorsolás, holnap ugye a mérkőzés, vagyis ma, ugye amikor ti is látjátok, már tudjátok, hogy sikerült tovább jutni a Videótonnak, és hogy amennyiben igen, ugye akkor az FK Laci, vagy pedig a Petrucsuk Hincseti moldáv csapat ellen játszhat majd a Vidi, a konferencia a playoffba kerülésé, természetesen a Videótól lesz a párharc esélyese, hiszen kiemelt is, valamint a keretének az értéke legalább ötször értékesebb, mint bármelyik másik két csapaté, akit előbb említettem, úgyhogy bízunk a legjobb, a sok sikert kívánunk a csapatnak, és ne felejtjétek el, hétfőn 19 óra 00-kor érkezik majd a Videóton, Paksi vendégjátékáról az oldalvonal NB1-es vlog, az első NB1-es vlog az idei szezonban, úgyhogy gyertek, majd találkozunk ott is. És ha már itt tartunk, kanyarodjunk rá a fő, úgymond ugye jelenlegi címvédő csapatra, ugye a rekordbajnok, rekordkupa győztes, mindenből a legtöbbet elérő Magyarország legnépszerűbb csapata, a Ferencvárosra, hiszen a Fradinál is volt azért változás az elmúlt 3 hétben, mióta nem találkoztunk, és hát a legfontosabb, amit ugye azért nézni kell a Fradinál, hogy jelenleg a Fradi ugye azt, én legalábbis azt vélem felfedezni, hogy kezd egy ilyen kényelmes helyzetbe kerülni, és így a csapatnál szerintem most, mintha Traorén kívül, meg talán a Merciért, őt még láttuk valamennyire, de nem nagyon látom ezek az igazolásokat, hol fogják beépíteni, mert egyelőre nem kaptak játék lehetőséget az új játékosok, kivétel Traoré, ugye gólokkal már be is mutatkozott, ő egyébként szerintem a Zubkov helyére abszolút jól passzol, és szerintem egyébként Zubkov napjai megvannak számlával a Fradinál, én szerintem ő augusztus végén már nem a Fradi játékos, de van biztos, hogy itt ülök, nem számol vele Csercseszov, ebben biztos vagyok. Még egy dolgot hagyjunk, és talán adjam is nektek tovább a szót, hogy itt van két kiszemelt játékos még, ugye Adrián Krajev a Levski Szófiától, ugye most a Levskivel egyébként szerepel a konferencia liga selejtezőjében, az első mérkőzést 2-0-ra megnyerték, valamint Filip Krastev, szintén bolgár játékos, ő viszont a Lommelnek az alkalmazásában áll alaphangon, tehát elvileg Merciét még valamilyen szinten ismerheti is, hiszen a bajnokságban mindenképpen ugye egy bajnokságban rúgták majd, hogy nem a Bört. Én azt hiszem, hogy az első játékos az jó lenne a Fradinak, a másodikkal már inkább kicsit ilyen fenntartásaim vannak. Nem tudom, ti hogy látjátok. Annyi előjáróban, Ádám, hogy nyugodtan fejtsd ki bőven a témát, mert viszonylag szűk véleményem lesz nekem erre a csapathoz. Biztos voltam benne, Sanyi. Hát igen, ezeket a játékosokat azért így pletyka szintén lobogtatta be a helyi sajtó, bár a magyar sajtó. Ezeket általában a Fradinak a szurkolói portája általában elég nagy pontossággal de rögtön cáfolja vagy megerősíti. És hogy Norbi is említette, ez a Zubkov esetében igen csak vizionálható az, hogy ő a Shakhtar Donetskhez fog távozni, nem is igazán számol vele Csercseszov mester, és emellett azért látszik, hogy akár a kialakult helyzet, akár a sérülések sora azért igencsak megtörte az ő lendületét, bár nekem a személyes véleményem vele kapcsolatban, hogy gyakorlatilag a kölcsönigazolását követő megvásárlása után ő gyakorlatilag már nem azt a formát hozta. Ennek már cirka 2 éve, vagy másfél éve, úgyhogy nekem ilyen szempontból Alexander Zubkov egy kissé csalódás, én tőle jobbra és többre számítottam, hogy ki ilyen érkezők jöhetnek, hát ugye bár ez egy érdekes gondolat, ilyen szempontból tényleg több névet is feldobtak, és nekem az egyik személyes kedvencem volt, persze ez csak pletyka szín, a jövő nagy Luka Modricaként volt be annó apostrofálva, vagy beharangozva, lehet, hogy még ti is adhatok róla, Ante Čorić nevezetű, most 25 éves, azt hiszem a Rómánál van még mindig, de mindenhol volt emberünk, Hamburgtól kezdve, azt hiszem Spanyolországban is rengeteg helyen megfordult. Na most a Ferencvárost ő vele boronálták össze egyébként a fiatal embert, hát ő tényleg, ha összejönne, az egy érdekes húzás lenne.
nem látok rá esélyt, de egyébként tényleg Spanyolországban, Hollandiában, Szlovéniában, Svájcban megfordult, tehát a Róma még egyenlőre nem szabadul tőle, legalábbis hosszú távú szerződés köti valószínűleg a fővárosi egyesülethez. Ilyen szempontból szerintem már nagy jövésmenés nem lesz, viszont az nagyon látszik, hogy ha nincs Ryan Mai, akkor a támadó sorban elég nagy problémák vannak. Engem is meglepett a szlován ellen, hogy Zakariassen játszott úgymond egyfajta irányítói szerepkörben, Lajdunival felváltva, egyik se az a típusú játékos, aki ilyen klasszikus előkészítő, viszont ennek ebből a célból pont ott lenne a Mercier, aki számtalan asszisztot kiosztott a belga első osztályban. Furcsálom, hogy nem ő kezd, valószínűleg ő kicsit több kreativitást vinne itt a kiszolgálás kapcsán, ugyanis a két szélső, Traoré, illetve Tokmák, azért valljuk be, hogy ők inkább felépíteni támadást nem nagyon tudnak, kész labdát kapnak, akkor futnak vele, megpróbálnak egyezni, befejezni, de ők magukat a helyzeteket nem tudják úgy kialakítani, tehát kulcspasszokkal ritkán szolgálnak, és hát látszik, hogyha nincs Ryan Mai elől, akkor elég nagy bajok vannak, tehát se Bassi, se Boli nem az a minőség semmilyen tekintetben, ami akár egy, hát sőt, egy BR-re egyelőre úgy fest, hogy egyáltalán nem elegendő, de még egy Európa Ligával is azt gondolom, hogy gond lehet, és hát Ryan Mayennél az a hírjára, hogy amilyen gyorsan jött, lehet, hogy olyan gyorsan távozik, és mint ahogy Lajduni esetében is hallottunk francia érdeklődőkről, itt a Ryan Mai esetében is elvileg a Toulouse csapata érdeklődik igen nagy lelkesedéssel. Ők, ha visszaemlékeztek, már korábban Szomáliát megvették a Ferencvárostól, úgyhogy valószínűleg azért ott is van egy aktív kapcsolat. Én nagyon sajnálnám, de értelemszerűen, ha jó pénzért teszik mindezt, azért azzal jól jár a magyar labdarúgás is, illetve a Ferencváros csapata is, hogy esetleg a helyére egy minőségi befejező jöhet. Hogy ez meg fog-e valósulni, nem tudom, mert jelenleg már is sérült, és azért ő is készül az idei télen megrendezett kontinens tornára, a VB-re Katarba, úgyhogy valószínűleg ott is azért egy klubváltás nem biztos, hogy szerencsés lesz, viszont hát azért látszik, hogy nélküle nem nagyon van itt támadás. Szóval a Ferencváros átigazolásait kevésbé követtem, viszont a szlován elleni BL visszavágóra, ami a felvételkor egyébként még pont pár órával előttünk van, arra sok sikert kívánok a csapatnak, az egész magyar futballnak nagy szüksége lenne erre a sikerre, úgyhogy hajrá! Bízunk bennem, eddigre nézitek ezt a videót, addigra már sikerült a Ferencvárosnak remélhetőleg tovább jutnia, és ezzel egyébként újabb csoportkörbe jutnia, úgyhogy a legjobbakba bízunk. Emellett egyetértek Ryan Mayéval én is, nem látom az alternatívát egyébként a Ferencvárosnál. Ki lehetne az, aki például középső támadó poszton tudna legfelelően pótolni? Mert hát látjuk Bolit, de én Bolinál valahogy azt vélem felfedezni, hogy így valamikor mindenbe megy, most meg például a nagyobbnál nagyobb zicsereket hibázza el, és ez nem fér bele, főleg egy ilyen kielezett párhoz, mint akár a szlován, nem férnek bele ezek a megoldások, valamint én azt is vélem felfedezni, hogy valahogy a Csercseszovi taktika nem nagyon tud működni egyelőre így úgymond komolyabb ellenfelek ellen, mert hogyha mérkőzés közben változtatni kell, akkor nem tud úgy belenyúlni a Csercseszovi a csapatnak az összetételébe, hogy az a jobban süljön el, mert például Mercier kellett volna szerintem azonnal behozni a középpályára Loncsár helyett. Tehát nem is értem, hogy a Loncsárt miért erőltette, az Asquith végképp nem értem, mind a két játékos teljesen nagyon gyenge volt az odavágón. Valahogy én azt vélem felfedezni egyébként a Ferencvárosnál, hogy sok jó játékos van, de mintha itt most valami probléma lenne itt az összegyúrásban, hogy ebből egy komplettet kapjunk, ami például ugye a Rebrovnál megvolt, azt most én egyáltalán nem látom egyelőre a Ferencvárosnál. Nyilván még azért van idő, és a bajnokság is sokat fog segíteni abban, hogy jól összerázódjanak, de nekem nagyon-nagyon kartos egyelőre az, amit látok a Fraditól. És hát a legkartosabb számomra az egész története pedig nem más, mint az, hogy mögöttük van ez a hatalmas szurkolói tábor, szurkolói bázis, akik tényleg minden meccsen nagyszerűen biztatják az övéket. És valahogy most úgy láttam, például a szlován elleni mérkőzésen is, hogy oké, gól van 1-0, de nem láttam azt, hogy akkor na gyerünk, rúgjunk rá még egyet. Plusz a csere, hogy lehozták a Lajdunit, megvakította a Fradi középpályát, mert a Fradi középpálya Lajduni cserével teljesen meghalt. És én azt hiszem, hogyha például egy Lajdunit, egy Mayét elveszít a Fradi, ez két olyan súlyos veszteség lenne, ami hosszú távon komoly bajba sodorhatná a Ferencvárost, mert ez a két alapember, ez nagyon-nagyon-nagyon a Fradinak a motorja jelenleg.
és nem tudom, hogy ki lenne az, aki a helyükre be tudna ugrani, és most nem azért, hogy megbántsam a Borit, de a Mai egyszerűen, ha tényleg kicsit, hogy is mondjam nektek, nem lenne ennyire sérülékeny egy-kettő, meg tényleg kicsit jobban odarakná magát, hát akkor nem a Ferencvárosban lenne, hanem egy sokkal komolyabb csapat, mert egy olyan technikai adottságokkal rendelkező játékos, amit nem lát minden nap az ember, emlékeztettek itt a vlogban is, hogy például milyen gólt rúgott a videótónak a 16-os sarkáról, tehát klasszis megoldások. Úgyhogy meglátjuk, hogy hova jut majd a Fradi. Ezek a nevek voltak az elmúlt 3 hétben. Én szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ma este. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a műsorba. Köszönöm, itt voltál velem Sanyi és Ádám. Mi köszönjük. Nagyszerű volt így beszélgetni hármasba, úgyhogy majd itt fogunk találkozni legközelebb is. Én még egyszer köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket. Ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommentetek ide lentre a komment szekcióba, és nyomjátok be a kis harangot, hogy minden egyes videóról, valamint vlogról értesítést kaphassatok innen az oldalvonalról. Valamint közösetek be a közösségi médiás felületeken, megtalálható vagyok a Facebookon, ahol oldalvonal néven fogtok megtalálni, gyertek, dobjatok egy lájkot, megtaláltok az Instagramon is, ahol személyes profilomon várnak benneteket az ember Norbin, itt minden egyes mérkőzésről képriporttal jelentkezem, ezzel is átadva a mérkőzés hangulatát, és nem utolsó sorban személyes TikTok profilomon is várnak benneteket, ami szintén az ember Norbira hallgat, gyertek, találkozzunk ott is, itt néha személyesebb, rövidebb, illetve vlogból kimaradt tartalmak is érkeznek, és nem utolsó sorban van lehetőségetek is, tudjátok támogatni az oldalvonal fejlődését, ezt a Patreon felületén meg tudjátok tenni, mert a leírásban megtaláltok. Köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, találkozunk holnap este is, amikor érkezik majd a felcsút Vittoria Gimára és vlog, valamint hétfőn este, amikor pedig érkezik a Paks Videóton NB1-es nyitányról készült vlog. Mindenkinek kellemes szép estét kívánok, sziasztok! Hajrá, Magyar Foci, sziasztok! Sziasztok!